The tape was whack. On my usual shit with the cutest chick when I'm sailing past. Got a boobies lifted and as for the booty she paid some racks. Look, I squeeze five things in the backseat. If we get chased then I'm taking laps. Old 16 got it tax free, now I can't say what I paid in tax. Drill beat, rap beat, trap beat, everyone spun if there's H on that. Told these fuckers exactly that man of my sons, I don't take it back. Yeah, yeah. Brand new Balenci tracks, but I'm buying my Munich thing. And I might just buy her a bag depending what mood I'm in. Pull her hair out, hit from the back and make my girl lose her shit. Got my head down, putting in work so wet, she making me lose my grip. Babe, come up, vamo, shake your bamba. Babe, vamo, dance a offbeat, big shots. Feet, dollar, dollar, come drink, dein shot. Tequila, asu, come give mein glass. International, guck, mein baby, get it, dreh durch Stadt, auch ein Präsident. Recht durch mein Talent, loco, dekadent, motherfucker, flow wie gunshots. Gunshot, gunshot, smoke to my eyes, get bloodshot. I'm giving glam in my mugshot. I caught a buzz or whatnot. I got some bands on head tops. I'm choosing violence, we drag them out by his dreadlocks. They tryna put me in wedlock. I got his head in a leg lock. It cost a bag just to hear me speak. I caught a vibe with a chic. I want a top, shot top. This pussy not for the weak. I'm never leaving my peak. Lock off, 458 with the top off. He's the one that's getting dropped off. Police on me, I will not stop. You bitches all in my knockoffs. I got enemies in my yard. I got Hennessy in my system. But I ride with faith, thank God. So I'm never gonna be your victim. I got enemies in my yard. I got Hennessy in my system. But I ride with faith, thank God. So I'm never gonna be your victim. Come on, vamo, shake your bamba. Babe, vamo, dance a offbeat, babe. Shots, feet, dollar, dollar, come drink, dein shot. Tequila, asu, come gib mein glass. International, guck, mein baby, get it. Dreh durch Stadt, auch ein Präsident. Recht durch mein Talent, loco, dekadent. Motherfucker, flow wie gunshots. Shake like that, boss don't break, many pretty woman. Aura majestic, yeah, step in the club, dominant. Body fantastic, yeah, who you're
a sweet five stars. All these freak PJs to a passenger. Body in shape, then the girl's in love. Cook, she slides in my messenger. You think my vibe, but my car is smart. Wenn sie mich sieht, dann in foreign car. Vamos, shake your bamba, babe. Vamos, dancer auf beat, babe. Schatz wie Dollar, Dollar. Komm, trink dein Shot. Tequila, Asu, komm, gib mein Glas. International, guck, mein Baby, get. Geht die Dreh durch Stadt, auch ein Präsident. Rest durch mein Talent, Loco, Dekadent. Motherfucker, Flow wie Gunshots. Szevasztok, srácok! Hello, hello! Másodpercet kérek még. Valaminek itt kéne lennie, de minek? Nem tudom. A keverőnek. Na, szevasztok! Csúcsú, mucsú! Sem beszél. Ja. Sziasztok! Gyönyörű napot, srácok, szevasztok, csodás hétfőt! Nagyon csodás hétfőt mindenkinek, szevasztok! Azt mondja Mikey, Mikey 14. hónap, nagyon szép vagy ma is. Köszönöm szépen, Mátéka 34. hát ez egy 20-assal több. De az nem kevés. Kösz szépen, Máté, ma 34. hónapot, barátom, két hónap és új öcs. Ugye? 3 éves? Kevin, nem köszönöm a harmadikat, neked viszont új badge, grat hozzá, faszi, köszönöm szépen a supportot, Smokey 23, nagyon szépen köszi, on fire vagy, barátom, de még mennyire bazd meg. Köszönöm szépen. Halk vagyok! Nyisd ki a füled! szia, jéjé, még egyszer, szavasz Milánka, szavasztok, hello. Amúgy igen, valószínűleg azért halk, mert... így beszéltem módra, nem pedig így, ugye? Hála Isten, ezt tudják ezek a mikrofonok, de akkor igyekszem figyelni rá, hogy jó legyen. Szia, Manticore! Szavasztopim! Lesz-e még Darts a Mikey-val? Lesz! Azt mondom, múltkor mondtam, meg mutattam is valamelyik streamben, hogy ugye meglett ez a karika fény a táblára, hogy sokkal jobban nézzen ki a streamben, ne pedig ez a meleg fényű, meg árnyék, meg minden. Csak hát ugye a probléma az jelenleg az, bár mondjuk most már annyira nem probléma. Azt hittem, hogy sokkal több idő lesz átállni, mert ugye rendeltem egy ilyen szőnyeget, aminek van egy ilyen kis emelkedője, hogy ide-oda tudjuk támasztani a lábunkat, meg pontosan annyi méterre van, vagy annyi centire van kimérve, amennyi a távolság a faltól, és 16 centivel közelebb dobtunk, mint ahogy kellett volna, és hát aki nem dárcozott sose, az úgyse vágja, de hogy amúgy az a 16 centi, az kurva sok. Tehát, hogy alapvetően 5 centi is sok, mert ha messzebb állsz már 5 centivel, akkor máshol kell elengedni a nyilat. Más a release, más az erőbár, meg minden más, totál más, és nem tudom más. És ez a 16 centi, ez rengeteg volt, és amikor átálltunk, tényleg megnéztük, hogy Mizu, nagyon rosszak voltunk. Tehát ezek a 20-as átlagok pörögtek, stb. De azóta dobtunk már párat, és... azóta Mike is dobott egy 180-at, nekem volt egy 174-em. Úgyhogy bár vannak hullámvölgyek, de most már úgy kezd, úgy megint úgy kezdünk úgy ráérezni, úgy talán mondhatom ezt mindkettőnk részéről. Úgyhogy csak még a hangot még mindig nem sikerült megoldani, viszont megvan rá a terv. Csak ez egy 100 rongy köbö. Méghozzá egy másik mikroport, ami amúgy is kelleni fog majd egy másik dologhoz. Úgyhogy azt lehet, hogy be is rendelem, de majd azt még meglátjuk. Vasárnap lesz? Ja? 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 Lehet. Hát lehet vasárnap lesz. 14-én akkor lövünk egyet. Vagyis hát dobunk egyet, ugye? Segítek Zsózi Dárccal kapcsolatban. Persze, persze. Most is tudok, hogyha esetleg olyan van. Igen, a dárcos videó, ugye, alapvetően amúgy megtekintésre, meg így, hogyha számokat nézem, akkor amúgy jót ment. Tehát ahhoz képest, amit mondjuk én vártam volna. Nyilván sok embernek annyira nem tetszett, vagy hát igazából nem is azt mondom, hogy nem tetszett, hanem nem értették az, hogy miért van a csatornán ilyen. Tehát, mert
ugye valaki nem szereti magát a sportot, már hogy a dartsot magát, valaki ugye a FIFA miatt van feliratkozott, tök oké. Nem feltétlenül értettem ezt a fő kérdezést, hogy miért ne lehetne, tehát hogy nem egy FIFA-s YouTube csatorna, nincs lekorlátozva semmire. Én mindenképpen akartam egy ilyet megörökíteni, mert az amúgy pont egy kurva jó game volt szerintem, és én sem feltétlenül értettem, hogy mi. Elhiszem nyilván valakinek ugye nem tetszett maga a kommentátori téma, ugye, de hát most ezzel én nem tudom mit csinálni, tehát hogy én elhiszem, hogy valakinek a fejem nem tetszik, valakinek a Mikey-nek a háta nem tetszik, valakinek a páromnak a hangja nem tetszik, tehát igazából ez tök oké, nincs ez a baj. Valószínűleg akkor nem annak az embernek szól, akinek nem tetszik, vagy nem tudom, tehát hogy ezzel nem voltam annyira főfordulva. Nem mozgat nagyon, tehát hogyha esetleg játszunk még ma jó meccseket, már pedig valószínűleg fogunk játszani jó meccseket, akár streambe, akkor valószínűleg az is fő fog menni a YouTube csatornára, hogyha olyan vállalható, úgymond skillt hozunk inkább, mert igazából valószínűleg, tehát most nyilván, hogyha ilyen 20-akat dobálnánk körönként, akkor az valószínűleg nem menne fő sehova, de hogyha tényleg izgi, szoros, vagy vannak nagy dobások, akkor nyilván fő fog menni, mert miért nem menne föl? Teljesen egyértelmű. Úgyhogy, ja, nem tudom, mi élvezzük magát játszani is, magát streambe is. Én szeretem visszanézni, még ha Mikey nem is. És igazából csak az a fontos, hogy én szeressem csinálni, az a kettő kommentelő tökéletes, és szeressem visszanézni. Mert hogyha visszanézni nem szeretem, akkor ott baj van, de én szívesen nézem vissza amúgy, úgyhogy maradni fog a darts content, még ha valakinek nem tetszik, akkor is, streamben is, meg hogyha olyan, akkor videóban is természetesen. Az, hogy a hangot, az hogy oldjuk meg, legközelebb is lesz a kommentálás, ebben nem vagyok biztos, mert nekem nem a kommentálása volt bajnak, hanem a hangminőséggel, és tudjátok, hogy ez engem fölbassz. De majd valahogy is megoldjuk. Ricsko, köszönöm az 59. bombát, barátom, végig rájártál itt. Igen. Nagyon szépen köszi, faszi. Örülök, Bencus, hogy elkezdted nézni. Szerintem egy zseniális sport. Nagyon precíz sport, Michael pont beszéltük, hogy írdatlan precíz sport, nagyon ott kerni fejbe. Nagyon-nagyon szép ez a hullámvölgy, hogy tényleg meccsek közben milyen hullámvölgyek vannak profiknál, és nagyon-nagyon szeretem ezt a sportot nagyon. Persze hiszem, hogy a vágatlanban is megvan a fűszer, de YouTube-ra nyilván nem tettünk fel egy 2,5 órás nyerset, pláne hogy voltak benne szünetek, pláne hogy voltak benne nyilván olyan dobások, olyan ilyen, jaj, de szeretem, reg-zeg-zreg-hali. Ilyen részek, ilyen 5-10 percek, amikor tényleg hullámvölgy volt mind a kettőnk részéről, ugye a reggödör, és az megint nem volt egy olyan izgalmas rész, muszáj YouTube-ra nyilván vágott dolgokat föltenni, de elhiszem, hogy valakinek a vágatlan tetszik sokkal-sokkal jobban. Pulpikám, csókolom az eres péniszed a 31. hónapod együtt, köszönöm szépen, barátom. Igen, szia Boldika, az e-mail még nem ment ki, ezt gyors így elmondom, mielőtt még válaszolok bármire is neked, Boldi, mert még nem volt időm megírni, de ma per hónap fixen elküldjük, meg annyira nem is olyan nagyon sürgős, de ma per hónap megírjuk. Igen, és ma toti szavazás van, szóljatok, hallod, jé, pinálj már ki egy olyat, felkiált egy offi, indítsd el a recordingot, ha Toti, vagy csak ennyit, hogy indítsam el a recordingot, mert a Toti openingre majd el akarom indítani, hogy időben meglegyen, majd a Dan is el tudja kezdeni vágni, mert elvileg ma ugye szavazunk a Team of the Year-ekre PTV. Elvileg 4-kor jön, ha nem csal a tudat. Hát is sok gyakorlás, igen. Én se gondoltam, hogy tényleg így, hogy most ugye váltottunk, és kicsit messzebbről dobálunk, ilyen hamar jönni fog egy nagy, de ja, a Mikey-nak is bazd meg. Dobálunk az új izéval távolságba egy hete, azt megdobta ő is, meg én is egy nagyobbat. Úgyhogy engem is meglepett, de
gyakorlás igazából. Engem is főbassz sokszor, hogy jön, és aztán utána dobok egy 11-et, vagy 6-ot, vagy 7-et, és akkor utána megint jön, tehát hogy én sem értem, de főbassz sokszor, de imádom a sportot. Átlag a legjobb. Ez egy jó kérdés. Pajki, tudsz rá válaszolni, mi volt a legjobb átlag? Most nekem pont tegnap volt egy 20 nyilasom, nekem az a best eddig. De hogy ott milyen átlag volt, valami 60-70 közötti. Talán nem akarok fasságot mondani, mert nem tudom, azt pont nem néztük meg. De szerintem ilyen, amúgy mind a kettőnknek valami 60-70-es volt a legjobb köre. De nem tudom sajnos megmondani. Nézem, ja igen, hát benne van a telefonban, köszönöm szépen, akkor mindjárt már kiírja, hogy mi a helyzet. 26-ok? Micsoda! 5-ök is, meg 2-ök is, nyugi. Sikerül nagyon kiemelni, és akkor dobok egy semmit, egy 5-öt, meg egy semmit, akkor annak ilyenek benne van, hogy kicsit rossz. De fejlődünk napról napra. Nekem a 96 a legnagyobb kiszállóm. A Mikey egyszer dobott egy 120-valamennyit, akkor az nem nálam volt, hanem náluk, úgyhogy ez igazából nem érdem, úgy igen. De amióta így egyezünk egymás ellen, 100 pluszos még nem volt sajnos. Igen. Csináljál. Na turba? Nem mozgat, köszönöm. Köszönjük, kicsim. Versenyen fogunk elindulni? Nem tervezzük. Vagyis hát nem volt ez itt tervben, hogy versenyezzünk. Nem tudom. Nem gondoltuk ezt így. Ennyire nem érezzük magunkba izét. Bár majd, hogyha Mikey felmond, és sok időnk lesz, és beindul, amit akarunk, akkor lehet több időnk lesz, és több időnk lesz dobni, és akkor még több időnk lesz fejlődni. Ez nagyon a jövő zenéje még, ezen nem gondolkoztunk így. Vannak olyan körök, kevés, nagyon, nagyon kevés, viszont vannak olyan körök, ami tényleg úgy azért úgy nem rosszak már, nem, azért azt nem mondanám, hogy versenyszín, de nem rosszak. Tehát ezek a, hogyha ezt a 20-25 nyilasat tudnánk tartani, akkor azt mondom, hogy kicsi rágyúrása még lehetne is valami, de nem tervezzük. Na, nem tervezzük. Szóval, Anika. Igen, ilyen 60-70 környéke volt, igen. Szóval, bájtam, csomi. Tehát figyelj, az a jó a dartsban, hogy ott olyan idős formák vannak, hogy totál nem vagyunk még elkésve, ha úgy alakul. Nem volt szó a tegnapi meccsről, nem is néztem, nem is érdekelt egyáltalán, nem mozgat egyáltalán, nem. Nem. Az ilyen szokott tenni valamit, ha feltörjük az akkot, hát írogass neki, nekem, amikor annó volt ez 4-5 évvel ezelőtt, akkor a 14. supporthoz kapcsolás után sikerült valamit csinálni, én nem reménykednék a helyetbe sok mindenbe. De próbáld meg. Szóval Bencém, csáho. Valsz, hogy YouTube-ról jött, aki YouTube-ról jött, nagyon szépen köszi, srácok, a sok-sok követés, és hogy itt vagytok. Már csak nyilván azért, mert a YouTube komment szekciót nem látom úgy, meg nem is tudom nézni. De nagyon szexek vagytok, hogy átjöttök. Kösz szépen mindenkinek a sok-sok követést, látok vagytok. Mondom, hogy mi lesz ugye ma, most egy gamebe, most nem kezdek majd bele, majd a teamet megmutatom, mert van benne változtatás, nem is egy. Ugye? A múltkorihoz képest. 11 mi lett a VL, nem is mentem tovább. A pick 84-84-87, tehát semmi extra. A lényeg ugye, hogy négykor elnyitjuk itt, vagy elnyitjuk, azt nyitunk, nem nyitunk semmit. Négykor megnézzük ezt a Team of the Day-t. Ugye múltkor már beszéltünk róla, ami elviekben a hivatalos volt, tehát hogy ez nem fog változni, ugye ugyanúgy nem lesz Julian Alvarez például, Rodrigo, Frankie Araujo, tehát ezeknek a játékosoknak köze nincs a Totihoz, amit kurvára de nem értek, na mindegy. Úgyhogy meg fogjuk nézni, hogy mi a matek, és utána megcsinálok a qualit. Igazából valami ilyesmi lesz a mai nap, tehát semmi extra.
Ja, úgyhogy ennyi. Ugye jelen állás szerint 167-es darab csomagunk van, nyilván ez nem egy nagy valami, mondom, ilyen 250-300 a terv, majd a 20-valahányadikára, ha jön majd a nagy toti, ugye az összes férfiak, nők együtt, ott majd ugye elnyitjuk, addig meg ugye gyűjtögetés, meg megy, meg kis vélezgetés, meg rájvesz, meg ilyenek, gyűjtögetjük a csomagokat. Úgyhogy nagyjából igazából ez ami a mai napi matek, szerintem. És hogy ugye, valaki kérdez, hol kell szavazni, hát elvégben az eSports hivatalos weboldalán kell majd szavazni. Mindjárt mondom neked, tesó. Hát elviekben majd ez lesz itt a... Bedobom a linket ide a chatre nektek, de elviekben ez lesz most majd a... Ez lesz majd itt a link, ugye itt is írja, hogy január 8-án open, ugye itt vannak a nominik is, szóval teljesen egyértelmű, hogy akiket az előbb felsoroltam, ők nem lesznek benne a szavazható playerek listája között. Úgyhogy tehát ezt el fogom mondani, és ma még sokszor, de most is elmondom, hogy én nem a valódi teljesítmény alapján fogok most szavazni, hanem az alap, mivel ugye nem tud, tehát valószínűleg olyan nagyon nagy, tehát tökéletes rálátásom nincsen, mert nem követtem mindegyik játékosnak az egész idényét, úgyhogy nem fog tudni pontosan úgy dönteni, ami az igaz, meg a valódi skill alapján, úgyhogy nyilván az alapján fog dönteni, hogy a játékban kit látnék szívesen, és hogy kivel játszanék szívesen. Ugye valaki ez alapján dönt, valaki tényleges tudás alapján, de mondom, én nem tudnék sajnos ebben úgy relevanciát látni, mert nem tudom, hogy a faszom tudja, a Mitomas például mi az anyámat ment pontosan tavaly meccsről meccs, és nem tudom összehasonlítani a Rice-szal, az Ödegárdával, vagy a itt-tom én kivel, vagy a Bowen-nel, tehát West Ham meccset egy darabot nem láttam, úgyhogy nyilván én az alapján tudok dönteni, hogy kit látnék szívesen, hát a nőknél meg pláne, hát ott meg aztán 0 darab meccset láttam. Na mindegy is, úgyhogy mi ez alapján fogunk dönteni, és elviekben majd, mondjuk akkor nem tudom miért a game van benne, de megmutatom mindjárt a tímet. Látjátok majd, hogy bizú is. Account ügyben, igen, már többen írtatok, ilyen 300 meg 400 csomagos accountokat akartok adni. Akkor erről pár szót, tehát hogy Discordon nyugodtan jöhet, PC, PS, ez a két platform, ami játszik. De most a probléma az, hogy ugye nekem is lesz egy körülbelül 300 csomagom, meg itt többen is írtatok már ezzel kapcsolatban. El tudom vállalni, viszont az teljesen egyértelmű szerintem, hogy ez nem egy napra fogom tenni, mert nem tudom. Tehát, hogy pénteken aznap valószínűleg senkinek nem fogok nyitni magamnak sem, tehát nem is lesz stream, mert egy a szerverek, egy az, hogy nem akarok az első nap nyitni, mert akkor biztos, hogy retek mocskosul le lesznek húzva a csenszek. Úgyhogy az első stream az majd, hogyha tényleg pénteken jön, akkor tehát a release után már egy nappal lesz az opening, az első, ami valószínűleg a saját accountom lesz. Azzal fogunk kezdeni. Meg lesz a saját akkor az opening, lelövöm a streamet, vége. Aztán utána jönnek a ti csomagjaitok, viszont nyilván, hogyha lesz ilyen 400, mert ugye a Gerinek azt hiszem 400 csomag lesz majd az accountján köbben, az egy streamet körbeöl el, és nyilván megint nem fog tudni más embernek nyitni, mert az önön magában egy 3-4 órás adás lesz valószínűleg, ha nem több. Úgyhogy aki akar adni accountot, az számoljon azzal, hogy nem a release napján, és még csak nem is a második, de még csak talán nem is a harmadik napján fogom tudni kinyitani, hanem ez valószínűleg egy ilyen egy hétig tartó ilyen, hát már szerintem herótom lesz nekem is a pack openingtől, de hogy ez egy ilyen egy héten keresztül tartó ilyen pack opening hullám lesz majd, és akkor egy ilyen egy héten át tartó mindennapos openinget fogtok látni, mert valószínűleg olyan sok csomag lesz, hogy ez nem fog beleférni egy-kettő, avagy három napba sem. Még fér, tehát én azt mondom, hogy még jöhet, szólni fogok, hogyha már nem. De egyelőre még okésak vagyunk. Koreszkám, ha írsz, még beleférsz, box nincs boxom. Most van egy boxom, de annyira lassú, hogy körülbelül 200 csomag tartana 6-7 órán keresztül az old gennel, és legszínűen még nincs, úgyhogy a box az kuka. Úgyhogy Kaleszka írja nyugodtan, de mehet.
Szerelem a labzúgás, hát az valószínűleg a Jack miatt van, nem? Van amúgy, igen. Van. Hát ezt így nem tudok neked, én vagyok az, azt sem tudom, hogy melyik az accountod most. Nem Jackes? Akkor nem tudom, faszi. Discordon írjál, Pali, please. Please. Mert így előre nem tudok foglalni senkinek se. Ugye még van hely, meg hát ugye attól függ, hogy ugye, mert hogyha most valaki van, aki ad 100 csomagot, meg van egy másik, meg egy harmadik, akkor azt a 3 accountot, azt egy napra simán be tudjuk amúgy zsúfolni. Itt az ilyen nagyon-nagyon nagy csomagos emberekkel van a baj. Ugye? Szevasz légiósom! Szeretnénk legjobban kinyitottat, hát elégyülni meg azt tudjuk, hogy kik lesznek azok, szóval ez egy eléggé, hát nem tudom, ilyen nem ideillő kérdés, hát. Majd ha megtudom, hogy kik lesznek a totik, akkor megmondom. Tehát egyelőre még a szavazás sincs kint, ugye? Nem nyitok boxon. Nincs a lehetőség. Szasztom, MC a Bence, jól légy, ciao. Köszönöm légiósom a második évedet. Még egyszer. Köszönöm szépen, faszi. Köszi. Könnyű gyorsan csomagokat szerezni, nyilván. Tehát még tavaly mondjuk 30-35 volt a heti szintű, hát max 40 csomag, akkor most egy hét alatt egy 100-at is össze tudsz simán farmolni. Igen. Na, egy 20 perc, srácok, addig hát megmutatnám, ugye, ami a streamnek a címe is, gyakorlatilag, hogy mi a helyzet. Hát az elmótokat tessék bekészíteni, uraim, hölgyeim, nem, egyszerűen, nem volt mit tenni, megtörtént, aminek meg kell történnie. Főnök úr megérkezett a brigádba, a tegnapi nap folyamában, és a tegnap előtt, bocsánat, már ma hétfő van, de szombaton megérkezett a brigádba az öcskös, mert egyszerűen egy őszinte leszek, egy kicsit untam is a levát, illetve éreztem, hogy a pész, ami rajta van, bármennyire is erős lap elől, nem volt elég. Egy kicsit, minthogyha már nem éreztem olyan jónak, maradjunk annyiba. És ugye kellett a coin. Meg ugye lát, az egésznek az alapja az volt, hogy fölmentem a marketre, és találtam 1.013.000 egy szüzet. Tehát itt indult az elég, és elgondolkoztam, hogy igen, hát nem már éreztem a VL alatt, 11 min lett, az nem is olyan extra, ugye? Hogy annyira nem extra a sztori, és mondom, na jó, levált kirakom így, úgyhogy pikpak elvigyék, Titi fennmaradt még, és akkor bedurrantottuk 1.13.000. Illetve hát ugye van itt nekünk, ami ezek az evolúció, geci, ez olyan beteg, mint az állat, tehát hogy ebből a nőből ebből egy olyan disznó lesz, öcskösöm, hogy beszarsz, tehát hogy ez mi a geci? 4-5-tel. Ez mi a fasz? De érted ezt? Olyan, tehát ez az a finisher evolúció, tehát ez olyan elképesztő beteg, hogy ez alap is, meg ugye van a Malent is meg lehet csinálni, meg alapvetően a Ferran Torresnek is, tehát nagyon sokféle kombináció van különböző lapokra, de hogy hát hogy amúgy a legtöbb ikont veri ez a lap. Konkrétan. Tehát hogy a Titit például ez alap, ez szana szétveri, csak mondanám. De konkrétan a Cruyffot meg az R9-éket nem, de hogy annyira brutális, hogy Jumping Strength 99, most nyilván a Jumping egy 5-9 magas lapnál nem annyira mérvadó, nyilvánvaló. Dribbling, tesó. Most nézd meg a dribblinget, geci. Hát nem tudsz belekötni. Brutál. A passing az ebben a játékban szerintem szinte nem annyira mérvadó, viszont azért nyilván beadni tud, short passing jó,
longpasszing körbe, ezek a 86 longpasszok, 87 körbe bőven elegek, szabad rugás sem tud rugni. És hát egyetlen egy kivetni való van nyilván ez a volley meg a longshot, mert 92 finish, és úgyhogy ezen nincsen még playstyle, ez nagyon fontos, tehát hogy ezen semmilyen playstyle nincsen, ez a basic lesz majd ugye, hogyha így alakul. És tehát hogy távolról lőni nem tud. Alapból tud játszani csatárt, left winget meg right winget, abba széletet, ahova akarod, meg hát bazeg van egy valak playstyle, ami belőle az egyik ugye a Trivella Plus, amit tudjuk, hogy írtózatosan broken, pláne úgy, hogy ugye ötös víkje van, tehát mindegyik oldalra meg tudja csinálni. Ugye van egy sima quickstepje, ami szintén broken, van egy rapidja, ami szintén broken, hát az a first touch meg az a press proven annyira szerintem nem menő. Tikitak azt nem ez se érződik, de hogy folyik mind a disznó már most, úgyhogy nekem még csak a 87-es verzió van meg. Ugye ez van kész, ugye ez még nincs, de ma valószínűleg kész lesz, mert ugye használni fogjuk most a Champions alatt, vagy mi ez a quali alatt, és hogy tehát, hogy jelenleg nekem ugye ez a verzió van meg, de hogy már ez is, tehát hogy jelenleg ez alap is úgy néz ki, hogy amúgy veri a Riberit. Helye közze. Ha megnézed. Tehát, hogy így igazából mindenben veri. A shootingja jobb a Riberinek hárommal, de ugye ez csak egy lesz, mert ugye 84 shootingon végez. Dribblingbe verni fogja, passingba verni fogja, dribblingbe verni fogja, fizikába írtozatosan megveri, defbe is írtozatosan megveri, tehát amúgy mindenben megveri a Riberit. Egyre több shootingja lesz. És ez a lap, ez nem tudom, még mindig ilyen 800 ezer coin, vagy még mindig millió fölött lehet? Jó, most már jól esett. 600 rongy. Ez meg egy százasból megvan, öcskös. De nem százasból, mert előtte bele kell tenni. Hogy is van ez? Beleteszed egy evóba, ami talán 50 rongy, és utána azt már megcsináltam, és utána teszed bele ebbe a finisherbe, ami egy százas. 150 rongyból kijön. Ugye, hogyha megcsináltad annó ennek a lapnak azt a milestone-os cuccát. De amúgy ez van egy olyan verzió ebből a Baba GD-ből, ami 5-5. Az úgy tud 5-5 lenni, hogyha megvan még a Founders Evolution 2-d. Csak ugye én azt elnyomtam már azért a Darwin Nunezre. A 84-esemre, amiből lett 86-os. Tehát, hogyha megvan még a Founders Evolution-öd, akkor meg tudod csinálni ezt a Baba GD-t úgy, hogy hasonló statok, viszont 5-5. Tehát tud ilyet is. Elképesztően brutál, geci. Tehát hogy számomra félelmetes, hogy olyan evolúciók vannak, ja, meg amúgy kipikeltem a Fandijkot a 75 pluszból, ami jár ezekért a napi playelésekért, úgyhogy azért van most bent, de hogy írdatlan beteg, hogy milyen lapokat lehet kihúzni ebből amúgy. Nagyon-nagyon kemény. Nagyon kemény. Úgyhogy, ja, valószínűleg ő lesz majd benne a Rafinha helyett. Majd, ha kész lesz, akkor nyilván... Meg hát most is. Nyilván ez nem a végleges verzió, bár olyan sok különbség szerintem talán nem lesz. De ma látni fogjátok, hogy úgy folyik, mint az Isten nyila. Nagyon kemény. Nagyon kemény kis kártya. De ugyanúgy, ahogy ott van a Malennek is, van egy ilyen elképesztő brutál evolúciós kombója, aztán talán az is ilyen top szinten van. Van a Pedronétónak is, rengeteg kombináció van, ezt a Foot.gg meg tudjátok nézni amúgy, akit érdekel. Hihetetlen kombinációk vannak, tényleg nagyon kemény. Az LB-nő, hát ő az Olga Carmonas, ki? Vagy mi a neve? 5-5 tesó, írtózatosan beteg, a legjobb LB, akit valaha használtam a FIFA történetében, számomra tesó brutál. Ezt múltkor mondtam, amikor múltkor elemeztük a tímet, ugye YouTube-ra is ma felkerül majd ez a videó. Tudod ki ezt hasonlítani, mert múltkor is ezt a példát hoztam a 5 évvel ezelőtti Team of the Year Marcelo 5-5-höz. Zseniális. Mindent is megcsinál, zseniális, tényleg. Brutál ez a kártya is. Nagyon kemény. Nagyon kemény, tényleg ez az evolúció idén, ez... Ugye ezt vártuk a legjobban, az evolúciós témát vártuk nagyon idénre, és nagyon helyesen tettem, mert tényleg kibaszottul kemény dolgokat lehet bőle kihozni. Igen. Le is szop, mert akkor megveszem. Hát teged biztos.
17-es már. Én nem tudom már pontosan, hogy mikor volt, de sokszor volt a Marcelónak ilyen olyan big alapja amúgy. Utána visszakerült, hát váltogatom a srácokat amúgy, de még igazából még mind nem találtam meg a tökéleteset. Amúgy. Valószínűleg ettől függetlenül át fogok állni 4-2-4-be, kiveszem az Zidant, és akkor ugye Ribery RV, Baba RV, Titi ST mondjuk a, nem tudom, a Smith-szel, és akkor a Smith jön vissza majd a Zidant pozíciójába, mert már nem. Hát az Olgi Evója úgy nézett ki, hogy van ugye az alaplapja, már nem az alap, hanem ugye volt egy Special Olgi, egy 84-es centúriós lap, ez. Ugye volt egy centúriós upgrade, amiből lett 86-os lap, ugye? Azt ugye sokan a Brightonos CB-re csinálták meg, meg ugye meg lehetett csinálni arra az Andrichra is, arra a német CDM-re, én az Olgára csináltam meg, és hogyha azt megcsináltad, akkor a 86-os Olgára csináltad meg a Peps Legacy-t, ami ugye 75.000 coinba került, és abból a 87-es, vagy 86-os Olgából lett ez, az 5-5-ös. Disznó gépezet. Titi 1-1-3. Igen, 1-1-3. Hát Björni, akkor neked is lehet egy ilyen Olgát, hogyha beleteszed a Peps Legacy-ba, vagy hogyha még nem tetted bele valaki mást. Ugye másik opció, hogyha lett volna egy Informed Cancelom, akkor a Cancelóra rakom. De ugye a Cancelónak ez alapja, ez meg ugye sima Goldból lett. Ezért nem tudtam erre rátenni, egy másik Cancelónak nem akartam menni csak ezért. Meg az Informot ugye nem lehet levadászni sem, úgyhogy hát ezért. Piros lapot azt úgy tud csinálni. Hát most nem tudom pontosan, hogy van-e benne valamilyen objektíva, ami ezzel kapcsolatos. Plusz egy csomag. Azt hiszem talán ebbe lehetett. Aha. Van ez a, hogyha játszasz a Champions-be, akkor kaphatsz ilyeneket, ami itt alattam van, ez az öt genyó. Valahol még járt. Itt járt egy 20 vinér. Meg járt még egy régebben egy hasonló objektívért. Na, hogyha ezt megcsinálod, és ezt beaktiválod, akkor a, akkor az evolúció fülön fogsz látni egy olyat, hogy itt az elérhetőknél itt legfelül látsz majd egy ilyen Ultimate Champions-öset, aminek gyakorlatilag az a feltétele, hogy játszál egy darab meccset, úgyhogy nem van ez az evós játékos. Egy meccset játszasz, bármi a végeredmény, utána pirossá válik. Ez csak ilyen kozmetikum igazából, mert ez tényleg csak az, hogy most hogy néz ki. Ennyi. Ja, viszont arra figyelni kell, mert ebben sokan beleugrottatok, ti is, meg TikTokon is láttam, hogyha én például erre a Titire ráteszem a piros evót, akkor ez a kártya az untrade-dé válik. Ez nagyon fontos. Hogyha esetleg úgy van, hogy vetted azt a kártyát, és szeretnéd, hogy kurva jól nézzen ki, ne tedd azért rá, mert akkor onnantól kezdve nem tud eladni, hogyha esetleg, mert ugye, most mondok egy példát, én most várom azt, hogy a Titinek vagy jöjjön ki egy a Thunderstormos, vagy Thunderstuck, vagy mi az anyám a neve, a nagyobb lapjának egy SBC-je, vagy hogy később esetleg kinyitom, vagy tök mindegy mi, akkor ezt a lapot el tudom adni, és van belőle egy kis coinom, ugye? Viszont ha most ráteszem ezt a piros szart, ami a Modricon van meg az Olgán, akkor ez a lap, ez gyakorlatilag untrade-dé válik, és úgymond rajtam marad majd, hogyha úgy alakul. Úgyhogy semmiképpen ne rakjátok rá olyan lapra, ami eladható, mert utána már nem lesz az. Ez, erre figyeljetek, mert sokan ebbe beleugrottak, sajnos. Valakinek volt, nem tudom, nagy streamer, vett egy Mia Hammett 6 millió coinért, rátette pirosan, aztán nem traded belőle 6 millió kuka, ugye? Bár mondjuk a Mia Hammett az valószínűleg ilyen elég ilyen late game lap, csak hogy az igazi, mondom, ez nagyon kemény. Bencosom, nagyon szépen köszi Gabcsinak, ingyen élő Gabcsi, mindig a sub giftek. A negyedik giftet, Bencos, köszönöm szépen. Bence Biro 169 gifted a tier 1 sub TOR Gabcsi. Ez a Lernő, ez igaz? Nem. Ez az EMA. 11. Tábla. Hát a tábla jön a héten. Szerdán vagy csütörtök. És a fejlődős lap se fejlődik tovább elviekben, ha piros lesz. Ezt nem tudom pontosan, de ezt hallottam már én is ezt az infót. Hát én ilyet nem csináltam ugye, hogy
idő előtt beleraktam valakit, de ha valakinek van erről bármilyen nemű információja, akkor letartsa magába, semmiképpen. Ez igen, Kix. Látod? És azért be vagy ütetve az izébe, rollerbe rendesen. Köszönöm. A pirosak nem fejlődnek. Akkor elviekben igaz a hír, közben lesz frissítek egyet a szavazós faszon. Meg át is váltam a screen magamnak, mert kelleni fog, ha egyáltalán tényleg 4-kor jön, ugye? Ez nem biztos, de ezt több helyről hallottam, hogy ez délután 4 lesz majd. A radioaktív lapok is elvesztik a Max Kemit, mondja Mordecai 74-es. No, ez egy új info, ezt nem tudtam. Ezt nem tudtam, basszus. Minden relevancus, persze. Az a Modric nem, az a Modric, az a full fejlődött Team of the Group stage. Yeah. Ikont lehet pirossá tenni, persze. Az ikon pirossá tétel szerintem az egyik legbuzisabb dolog, mert kurva szarú néz ki, hogy fekete-fehér a képe, és egy piros lapon van rajta. Tehát ikonon szerintem nagyon szarú néz ki. Én szerintem. Úgyhogy én ikont például nem pirosoznék meg. Azokon néz ki kurva jól a piros, akinek viszont akinek van dynamic image-e. Mert ha most nem tudom, tehát hogy azért ez alap így, hát tesó, főleg ez, hogy ugye háttere ilyen kis arany, és ugye pont kicsit ilyen szőkés a haja, tehát annyira passzol, annyira kurva jól néz ki ez alap, de most rátenném erre, most gondold el, hogy full piros az egész, hogy fekete-fehér az idán ott van rajta. Szerintem borzasztóan néz ki. Borzasztóan néz neki szerintem. Úgyhogy én például ikorra nem tenném ezt egyikre se. Nem én szerint. Mert ez is passzok. Például az Olga legjobb így szerintem az én csapatomban így kinézett be így kártyadizájnba. De ez én vagyok. Ez én vagyok. A bummás az mindegy undorító. Mi fog érkezni 4-kor? Hát a Toti szavazás. A Team of the Week Alabama úgy jó néz ki, az a 93-as lap, csak hát nekem nem volt Team of the Week Alabama, ugye. Meg én addigra már, amire megtudtam, hogy lehet a sima goldot is olyanná húzni, mert azóta jött egy plusz object, vagy plusz egy evolúció, addigra még már megcsináltam ugye a kemeret, a cancelos, meg megvolt már a Zolgám is, úgyhogy nem is tudtam volna megcsinálni. A plan az most került ki szombaton, mert pikketem egy ilyen Van Dijk faszt a 75 pluszból a napi questekből. De nem... hát ugye ami jött, ugye egy 92 Maldini, ugye, a napokban, itt a szempont az is tegnap előtt érkezett, amire lehet, hogy jó erőszakosan rádurranunk majd. Nem tudom, meddig van benne, hogyha egy hónapig az jó lenne, mert akkor a Toti alatt szerintem most simán ki tudnánk pukkantani free-be, ha csak nem nyitunk bele valami Totiba, ugye. A Toti nem jövő héten ér. Most hát a jövő héten már elkezdődik, de a full Toti az majd 26, 7, 8, 9, valami ilyesmi. Ez valami LVL volt populárok. Előfordulhat. Úgy hányják ki fel az e-sportosok ezeket az evókat, hogy öröm nézni amúgy. Meg ugye az Olgit nagyon mondják amúgy a Totira is amúgy. Elviekben. Létet használnák-e nem? Én annyira ezeket az ilyen nagyon populár metalapokat, hogy Hülite, Eusebio, Kroy, Fembappé, Ginola, én ezeket nem használnám soha, én ezeket nem szeretem. Almasa. Pacsa Toti, az kemény lenne. Ő nem raktam ikon picket. Nem. Ijé, Instán a timer még 1 óra 4 percen a kajak? Hadd nézzem csak ezt meg, te zsau. Akkor viszont beletolunk egy-két meccset. Megkezdjük, hogyha tényleg így van. Hú,
Hol van ezt a show? Melyik instán van ez? Nem az EA Sports futon. Hogy de? Hát az a baj, hogy ez így nem frissül. Meg kell nézem talomba, az meg. Éppen nem látom úgy. Á, megvan. 1 óra 2 perc. Let's go. Várjál. Akkor ötre tették. Jó, jó. Nyomod. Kösz az infót, kösz. Egy picit. Oké. Jók vagyunk, az tökéletesen jó nekünk. Nyomod. Köszönöm, köszi Áron, kösz. Igen. Gyerű szép szerelem. Olyan mondom. Na, azt mondja, hogy hát akkor ezt viszont összepukkantjuk, csak nincs mit tenni. Nincs mit tenni, megnézzük. Szasz, Geri! Itt vettem, mert szombaton meguntam a levát, volt kint egy szűz, és abba pillanatban ráugrottunk, gec. Szia, Kaviárszki! Megvan a messzám, megvan az árzanálos mez, minden is. Készen vagyunk. Kijátszottuk a gémet, uraim. De gyönyörű lesz. Nem, Sapi. Az ágyusok sor, igen. Jó, és addig 5-ig akkor beleteszünk annyi meccset, amennyit csak tudunk. És akkor 5-kor meg kipik, vagy megnézzük a izét. Megnézzük a szavazást. Bár nem, mint hogyha mi szavazhatunk, olyan nagyon sokat nyomna a ladba, ugye? De azért bele szavazunk, na. Fontos, csak olyanokat szavazunk, akikkel nagyon szívesen játszanánk akár. Azért volt a visel. Na figyeld, a baba zsirét, tesóm. Hello! Piroslap 11-es 5 év letöltendő. Hú, ne. Nice. Hoppá! Mit csinálsz, official? Ja, a Fandek az most marad még. Szerintem a Bland most kiszorul addig, amíg... hát... Szugatja. Amíg nem... Lesz meg az opening, addig ezzel a Fandalka el leszünk. Balszeg. Babajide. Úgy de nagy forma az a Babajide, tesóm. Ez meg íz egy jogabonitóz. Spanyol kupa sorsolás. Már remélem valami 6. osztályt kapunk, meg különben kiesünk a gecibe. Odani, hát nem lehet elvenni tőle, geci. Azt mondom, hogy boldog új évet, szia. Azt letesszük lövőre? Uff. Pedig meg volt menve a matek. Op, az baj. Ne állíts ki, légy szíves! Véletlen volt. Kösz. Egymás osztályúan. Az jó lesz. Jó lesz az nekünk. Az jó labda amúgy. Ha mondjuk, hogyha hátba fejelem, akkor lehet nem tudja átvenni normálisan, ugye? Maradj egy kicsit. Hogy szeret lennél már? Nyomod olgi. Uff. Jaj. Lőni lehet.
De hogy lehet? Hogy lehetne már? A balos. Let's go, Titi! Bizonyám! Jaj, de szép ez az ember, istenem! Hát, geci, szakadok a izén amúgy a Sky Sports-os klippeken, amiket bedob a TikTok. Jaj, de zseniális amúgy. Imádom az embert. Geci, mekkora forma. Nagyon jó. Fú, de imádom. Amikor a Grill is megkérdezte, hogy izé, hogy ugye megverné a Walkert 1v1-be. All day! Lőtt ki? Jaj, de jó vagy. A Baba Gidi. De rossz volt a lökő. Megállott, amikor mondta a Jackie, hogy izé. Hogy ugye a úgymond a preferált pozíciód ugye a lefting. Everywhere man. Persze az öreg. Jaj, de cold az a fasz, ide szeretem. Istenem. Hát, tesó. Jaj, de szeretem azt az embert. Igen, kapod vissza. Hát... Jaj, hülye vagy! Miért nyomod meg a gombot fölöslegesen, te fasz? De egyszer találkozni fogok ez az emberre valahogy. Kell csinálni vele egy közös... Nem halhatok meg addig, amíg nem csináltam egy közös képet ez az emberre. Azt nem is érdekel felem, a Messi is ott lehet, Ronaldo is, Neymar is, nem tudom, felőlem aztán, kiszeltünk, de is, fosok rá. Nem, ez az emberek egyként. Valahogy. Bár mondjuk, Tünci ott van, mellette Titi, hát elgondolkozok rajta. Melyikőjüket csináljak egy fotót. Franky? Jaj, de nagy lasztit oszt az Olgi, bazd meg, hát mindjárt beszarok. Igen, a Mike-ed mindig oltja, igen. Igen, igen. Hát mert ugye a Kereger, meg a Tit is ugye izé. Mindig elmondja, így BL győztes, úgy BL győztes, meg ilyen győztes, olyan győztes, aztán... Ja. Igen, Mike-ára nem marad sok minden már ott a végén. Csak nem lő onnan. Jaj, az viszont lehet! Hádára nem tudom, hogy az hogyan lehetne megoldani. De valahogy megoldjuk. Majd egyszer. Jó, ne fussunk, csak így mindegy fogyatékos legyen előtte. Egy passz! Úgy már nem fogyatékos. Vezethetnénk kicsit többre, mint egy nulla amúgy. Húha! Hát igen, itt mondjuk nem sok gondolkozáson, ahogy látom. Juhu. Jaj, Big Ball. Ez meg elbasztam a lövést. Még az Orgi nagy lasztit osztott megint. Pedig az a passzolós... Az a passzolós playstyle... Aha. Cutback. Na, is cutback-ez? Az a passzolós playstyle, ami az Olgin van, az annyira nem szokott nekem főtűnni, hogy jó, de rajta amúgy érzem. Hospitality ticketet kell venni, ott van esély összefutni velük. És az milyen pénzbe megy az egy olyan? De és akkor, mert ezek ott mászkálnak, ott a VIP-be ők is ugyanúgy. €400? 130-40 ezer forint? Annyira nem vészes amúgy egy VIP-ér. Úgyhogy ott lehetnek az ilyen kibaszott legendák. Nem?
Vagy nem? Baba G, de tesó. Baba G, de... Uha! Nyugi, nyugi! Nincs rajta playstyle, a lövésem még a... Vagy azért chemistry, a lövésem még dolgozni kell. Hát nekem aztán... Ille se szarom, milyen meccs lesz amúgy. Csak legyen ott az öcskös. Érted? Jaj! Menjen már be valami! Hónap lesz stream. Tesó, a mainak még vége sincs? Hát honnan tudjam, hónap mi lesz? Miért nem a mának kész, öreg? Lesz hónap. Hát remélem, hogy éni fogunk még hónap, és azért nem robban ránk egy atombomba. Ennek örülök. Ha nem fog, akkor lehet lesz stream. Ah, nem oda, hát egyen lejjebb, öreg. Ezt ki fogja lőni a Neymart, ki akarja lőni legalábbis. Valahogy csak eljutam úgy a izé, Futó Józsihoz, valahogy csak-csak odáig elgurul, bazd meg. Gyönyörű szép. Menetrend? Nem engedtem el. Csak nem ez lesz a végső web. Mert hát volt egy kis konfliktus ott a cég. A lényeg az, hogy átköltözik majd a web. És sokkal jobban, meg máshogyan fog majd kinézni az egész. És addig nem akarok itt most baszakodni ezzel. Fú, te! Easy. Igazából ennyi. Azt a kura, hogy fordult meg a szava. Ez egy izzadós meccs. Ugye nem kéne annak lennie? Az baj. 11-es lesz, nem? Hát akkor beszélgetünk mi is. Az baj lehet. Humuszok van-e? Oké, de rá jó, nyomod, intézzük. Nem tudom, hogy és mikor, de... Mert olyan szakaszában lesz az életem, hogy... ennek tere legyen, akkor majd beszélgetünk róla. Yeah. Aj, de rossz amúgy. Kelj föl gyorsan! Jaj, bazd, akkor ne. Igen. Tökéletes belépő, de minek? Jaj. Igen. Most majdnem kilőttem a Riberit. De aztán nem. Igen. Hogy az jó lehet. Kilenc lövés, egy darab gól. Nem vagyok túl boldog egyelőre. Nekem nem enged szavazni? Senki nem tud még szavazni, főnök. 5 órától lehet szavazni. Csak szét nem esik a rendszer, de nem gondolnám, hogy egy toti szavazástól szétesne a rendszer. Baba GD. Azok a 5-4 magasak fejelgetnek. Megvan. Hát egyszerűbb azon. Az én mindenre képes. Na gyerünk!
Hát mondjuk, ja, hát a Ferdi mondjuk nem biztos, hogy erre képes így. Hú, de nagyon nyögvenyelős meccs amúgy. Még nem. Nyilván egy per egy, annyira biztos voltam benne, hogy eljut a kapu, még geci gólt fog rúgni valahogy. Jó van, GG. Szuper. Jaj, de jó. Tudsz fordulni a Ferdinándomról. Kapus meg ennyi semmit nem csinál, juhu! Hát a kiváldó. A lövés, yes! Hát a 13. lövés, csak sikerül. Nem fogja meg az a szutyok Allison. Mi nem jöhetett az amúgy előbb egyje? Hát, ez kicsit sokan vannak. Abi? Szavasz, Noel, Sziszi. Tudunk ilyet? Hát annyira nem mondjuk. Igen? Az big. Hát tudom, hogy ez cutback volt viszont. Azért sakmatik ki volt játszva. Nem az a szokványos cutback, tudod ez a... Elmegyek, aztán jó napot. Jaj de pimasz. Jaj de pimasz a francia csiga elvő. Júj de pimasz. Na, hát igen, ez a meccs, ez kb. Ilyen ízenek kellett volna, hogy legyen amúgy. Végére csak kijött. Arda Turan, pedig az amúgy nagy izé zsugás. Az Arda Turan az nagyon komoly ember. Rekunc a kopasz varázsló, bizony. Bizony. Tudja, hogy mit ödöglik az a bizonyos. Aludtam. Tatara. Jaj, de jó vagy. Jaj, de jó vagy, Franky. Hopp. Pedig azt átbasztuk rendesen. Azt meg gondoltad, hogy oda terveztük. Bepirosítani úgy tudod a kártyát, hogy megcsinálod a VLS objektíveket főnök. Jaj, de szép. Ú, de lenyalnám az izzadságot a homlokáról, geci. Na, go next. Meg kell nézni. Mikor is tudom fejleszteni ezt a fost? Pontosan. Kell még egy bim. Szevasz Levike, mi a helyzet? Szia barátom, minden jó? Ne irítkedjél, Kix, kérlek, jó? 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 Majd ha te is a 98-as VB döntőn a R9-el mescserész, majd akkor a te homlokodon is szívesen lenyalom az izzadságot. Addig szerintem lentről ne. Jó, vink-vink. Bocsi. Na! Hogy menjek? Nem kell 90-ből visszamenni. Nem kell, hát most a BL döntőbe fedd el a Haalandét. Nekem az is jó, akkor is legyallak bárhonnan. Láttam a Malenta. Láttam az öcsköst. Jó van, Caroline? Maradj egy kicsit.
akkor nem maradj. Amúgy az lesz a minden idők legdurvább Toti kártyája a chat. Toti Graham Hansen. Hogyha megkapja. Az egyik, hanem a valaha volt legdurvább Toti kártya, getsz. Hogyha az ilyen szutyok Mbappékat nem nézünk természetesen. Nagyon-nagyon brutál lesz. Hát az mondjuk... Én befújnám. Ez nagyon kemény lesz. A szép. Szép, csak semmire nem jó. Majdnem elcsíptük. Majdnem elcsentük. Turám. Ez valami... Ő most evózza ezt a turámot, jól látom? Nem jó. Azaz. Hát akkor én is darál bárkit. Az se baj, ha... Nem tudom, az állat. Érted? Valaki csinálja már egy olyat, please. Ember, férfi, nő, utáns, nekem aztán mindegy. Jó, már egy kicsit. Jaj, de rosszul vettük át azt a labdát. Ba. Ennyi az 19? Ez a meccs meg még egy max aztán. Túra lesz, azt mondjuk. Ja, 77-es. Vagy nem tudom, 80, max 80-as rating, hogy tolja el az ikon Rio Ferdinandomat, azt mondjuk egy kurva nagy kérdője számomra. Hogy ennyire nem figyelnek az eSportsnál. Ez nem is az, hogy jó, most legyen ott egy 88-as Valverde, akinek mondjuk megint nem kéne, hogy arrébb rakja a Rio Ferdinandot, de mondjuk, hogyha azt csinálja, akkor az még ilyen, jó, oké, arrébb azt, de... Egy ilyen 70 nem tudom hányos lap arrébb rakja, bazd meg a félmilliós ikonodat. Ez mondjuk kicsit nagy kérdőjel számomra. De mindegy is. Biztos csak jobb lábbal költ fő. Baj lehet, mert így viszont még így is baj lehet. Az úgy nem lesz. Kapetel, hogy csak nem fog lőni. Hát az nem viszont a line. Hát a függ a fizika, hogy hányos játékos ratingje. Wow. Ezt mondjuk nem gondoltam volna. Ez egy új információ számomra. Hát akkor azt mondod, hogy annak a 75-ös turámnak annak... Puffa Franky, az anyád. Annak nagyobb a fizikája, mint a Icorio Ferdinandomnak, magyarán mondva, ha jól értem. Azt mondjuk azért megnézném. Most ez mi a fasz? Amúgy előfordulhat. Meglepődnék rajta, előfordulhat. Na ez lesz az. Nem, mert piros. Melyik türel már? Nem tudom, ennek a gyereknek valami 76-os lap van benn, vagy 77-es, vagy mi ezt evózza. Nem tudom, milyen lap ez. Valami céljem. Nem a Marcus Thuram, hanem a másik. A középpályás. Nem az interes, hanem... Nem tudom milyen, de nem az interes. Szevasz Lajosom, mi a helyzet? Az lesz az? Nem megy el a Van Dijk-ig. Az most majd lehet, hogy a Caroline megindul? Nem lehet. Jó, csá? Tudom, hogy mi van a kártyára írva. Hát igen, de hát alapvetően erre vonatkozott volna a mondatom, hogy milyen kurva vicces, hogy van egy félmilliós játékosod, akinek vélhetően jobb a statja pluszban még, mint alapból a másiknak, és egy 3-400 coinos kártya, az így leszopat. Igazából erre vonatkozott. Mert ugye, hogyha összecsap a Haaland, meg összecsap mondjuk egy Saul Campbell, akkor azt mondom, hogy nyilván az mondjuk lehet ilyen 50-50, hogy most akkor
hogy most akkor ugye melyik nyer, ugye? Mert hát az egyik egy ikon, a másik egy magas ratingű csatár, mind a kettő azért eléggé disznó, így fizikában, és ott mondjuk tudod, bármi megtörténhet. Na, wow. És megint geci. És megint amúgy, láttad? És megint, jön a 70-es izé, bazd meg. Képrem türán, bazd meg, és gyakorlatilag átsétál a Rio Ferdinandomon. A goldlap. Mi a fasz? Hogy ez egy mi a fasz? Mint ahogy se lenne amúgy az öreg. Ez meg gól. Ez nem a centúriós túrám, nem tesóm. Ez egy 75-ös vagy 6-os lap, ami éppen az evolúciójának a legeslegelején tart. Mert ugye láttuk, hogy ugye az in progress zöld volt. Ez egy 76-os vagy 77, nem tudom hányos a lap. Kártya, ez fix info, mert az elején láttuk. Ebben semmi izé nincsen, centúriósság. Ez viszont baj lehet. Csak nem lesz gól. Olyan éleszögből. De igen. Akkor jó. Még háta is tökéletesen passzol. Magasabb a türem. Igen, és az miért számít, hogy magasabb? Hát a Peter Crouch az 2-10. De azért csak nem tolja el a Rio Ferdinandot. Mondjuk. Vagy a Van Dijkot. Érdekes minden esetre. Számomra még mindig fura ez. 79-es, bocsánat. 79-es lap. Nem tűnik fel amúgy, hogy ott van egy ilyen gyenge pont. Annyira. Már egy kicsit fölbasz őszintén, hogy a 79-es lap úgy mozog, meg mindent megcsinál, mint az ikonok. Ez kicsit furcsi. Az úgy nem lehet les. Szar! Az bencus. Jöjjönnék én 41. bomba? Az mondjuk kemény cigimigi. Köszönöm barátom. 41-eset. Kordoba. Hát de hibázik. De meg mit csinálsz? Mit csinálsz? Működik neki. Vaktába nyomkodja a paszt és működik neki. Ne legyen jó. Fú, tesó. Kicsit unlucky. Még ez a meccs. Wow. 11-es. Ebben a titi futásban is így éreztem ezt azt mondjuk. Nem fogok hazudni. Ugyanúgy bökjük, ahogy szoktuk, chat. Max kivédi. Mindig ugyanúgy bökjük, minden egyes alkalommal. Az jó, igen. Befele csel lesz. A befele csel, csak nem ilyen. Az viszont szöglet. Van 100 pakkot, még kinyitsz. Csoda. Az, hogy még. És ezt nem értem, ezt a kérdést. Hát egyelőre úgy néz ki, hogy körülbelül ilyen 1500 csomag lesz. Szép van mondjuk. Cutback. És megoldja a Schmeichel. Jó. Szóval nem a Frankinek, mert... Hát, úristen, bazd meg. Mit csináltok? Mit csináltok, Jézusom? Jó vagytok, geci? Az pedig benni mekkora game lett volna, ha végigcsináljuk úgy azzal a pörgetéssel.
hát az úgy. Per ack. Hogy leírja az akkuntot ACK-val? Behalok az emberen. Nem. Annál több. Most amiket eddig kaptam, azok ilyen alsagon 250-ek. Jaj, de jó vagy amúgy. És a képrem türem, geci, erre is odaér. Hát mindjárt beszarok amúgy ennek a lapnak most már. De tényleg. Szargólokat kell rúgnom amúgy. Ronaldo. Köszi. Igen. Jaj! Sok. Jó, de várjál, Olgi? Ja, akartam kérni, hogy... Ja, de hát nyilván a... Graham az megcsinálja. Jaj, de hulladék! Fú, ezt a Graham kártya bazd meg! Kezdem jobban utána, mint az Mbappét amúgy. Kb. Egy szint. Megoldani sajnos. Meg lehet. Meg aztán pláne. Jön a Neymar, visszajön és interceptel. A Neymar, geci, visszajön. Hát mivel a mi low defensive réttel, vagy mivel jött az vissza? Öcskösök. Három köszönöm a tier 1-et. Nagyon szépen köszönöm a supportot, faszi. Wow, tudunk ilyet, behalok. Hát... Nem tudunk beforogni. Jaj! Hát a Frenki nem erről híres, de lehet, hogy megcsinálja, hát nem. Sajnos nem. Az izu mehet is. Miért jönne ezek a meccsek most amúgy? Most valami átmeg 4-4-2-ben, hát ha meglep ide. Átbassza a túloldalra, így van. Légy színe, legyen jó a Van Dijk mellett, kösz. Kösz. Értem. Oh, majdnem lecsíptük pedig. Csak a ronca. Így van, ronca meg a izé. Ja, akkor megfejel. Tudjuk ezt oldani? Bosszom. A Neymar, az ne fejelje már meg a Cancelót, könyörgöm. És ilyetében annyit fejelt, bazeg. Jaja. Á, tudunk ilyet? Nem tudjuk sajnos. Úristen, mi történik? Hogy a miénk ez a laszti? És nem tudtuk rendesen általán. Jön én 2-re. Azért nem lesz jó. Bár az a lehet mondjuk... Kicsit meg is bolygatom a védelmet. Azt nem olyan lesz, mint amilyennek kéne lenni. De az, hogy annyira Lutrinak érzem, hogy megint egyszer elfolyik a Hansennyével, bazzag, azt kapok egy gólt random. Semmiből. Egy ilyen szélen megnyomott izé... Háromszög után. Ezt nem akarom, úgyhogy... Inkább picit riszkizünk. Hát ha. Többet félre ment az öreg.
Dobjuk be Van Dijk-nak. Van Dijk, ne haragudj, bocsi. Ez mi a fasz volt az átvétel? Normális? Az viszont nem lesz. Á, nem, én nem lőttem el, te! Ú, te! Inkább lőttük volna. Az van, nem már az úgy fejelget, geci, mint hogyha ő lenne a Sergio Ramos. Érted? Nem, mindjárt beszarok. Ilyenk. Az azukám, 13. Nagyon szépen hello, köszönöm, hello, szia. Szia, szia. És eladott labda. Emberem. Hát a Rafinha tudna futni csak. Ah. Hát, meg tud oldani, öcskös. Nem tudja megoldani sajnos. Én olyan nagy baj még nincsen. Azt a Rafinhái lehet? Micsoda? Gyertünk egy fejpárba? Jaj! És Mario Ferdinand volt ott. Oly Robin. Második meccs, hogyha az a kérdés. Streamen megy egy másfél órája. Maradjunk. SG 9-0. GG. Tassák majd meg a BL-be. Jaj. És nem tudunk bemenni a Baba GD-be. Pedig azon múlt. Az embert azt meg tudjuk verni még, azt az utolsót. Akkor majd jött volna a lövés, nem adtam volna le izébe a cutbackbe. Az a miénk lehet? A miénk lehet? Haló? De ez miért nem volt szabálytalan, miután elvettem és agyonrugott az ember? Szóval szavazás 5-kor. Ott meg senki nincs, tesó. Az meg... Az... Fú, geci, hogy semmi nem megy át amúgy most már. Faszomat. De gondolom, ha Graham Hansen lenne az ellenfélbe, bazzik. Ha ő csinálná, akkor az átmenne. Gondolom én. Ugye? Yeah. Gyerek most tudja, hol van, olyanokat hibázik, csak aztán meg én is hibázok nagyokat. Nem így. Ez sem. Csak az a beszala meg... Azt is lehúzzák a lábáról, hát nem hiszem el amúgy. Da. Jaj, Dörtim, kösz a 24-et! Grata becsesz, faszika! Jönnek a...
Jaj, de jönnek a 11-esek. Júj, de jó. Kvali, aha. Kvali. Ez a kvali öcskös. Szeretjük a tiziket. Jaj, de jó, geci. Sziasztok! Wow. Azért a négy bökő? Kösz szépen, Krisz, hoztott, szavaztok, srácok. Jaj, hát lefáradta lett a mestő. Olyan hosszú, 120 perc, izé, a tilitoli, pikimoki, csiki, liki, meg minden. Ha lehúzott ez a meccsem, úgy esküszöm. Az kulimám. Köszönöm szépen a hostot, faszika. Akkor te nem csinálod meg a toti szavazást most gondolom streamben, hanem csak offstream gondolom, igaz? Jól mondom. Hú, jó, de hol hosszú meccs volt amúgy. Basszus, jó hosszú meccs volt. De legalább megvan. Juhu, babaji, de gyere rám! Jaj, de szuper! Hát most már! Most már veri a Riberit. Meg eddig is verte mind a szar, de... Na, csak egy van vissza amúgy. Végignyomjuk a kvalit, akkor igazából... Akkor igazából meg lesz véglegesre az öcskös. Babaji, de! Jaj, de szeretem ezt a nőt. Úristen. Jó lesz szám. Kvalitírom? Hát köllene? Nem tudom. Nem tudom. Szerintem nem kell, nem? Vagy nem? Ha gondoljátok, akkor írhatjuk, de... Annyira nem egy nagy... Oh, jaj, hop, hop, daily objectives. Jaj, de szép. Jaj, new level? Ja, de ez igazából szerintem az izé, bogaras még mindig, nem? Hopp, és most nem. Csoda? Na figyelj, ez lesz az, figyelj csak chat, na figyelj! Mondom neked. 3.85-ös, ugye? Azt most hát jobb, mint 85-ös ígér a játék. Mondom neked, mi lesz benne, jó? Lesz benne egy Rapinoe, ugye a nő, ugye? Tudod? Akiből volt valami a Szemendofenera is. Azt hiszem, az 85-ös. Lesz benne egy 88-as, az valószínűleg vagy a Bernardo Silva lesz. Az a Bernardo Silva lesz, elég nagy valószínűséggel. Meg lesz benne egy kapus. Szcsesznyi, mondjuk. De valami ilyesmire, fenék. Hát az 1.88-as az bejött. Meg a 2.85-ös mellette. A tökéletesen beprediktáltuk. Hát a kapus nem jött be. De valami ilyesmire számítottam. Valami ilyesmi volt amúgy. Kapcsi, kaptál el egy giftet, azt meg se köszönöd? Pff. Hálátlan fráter. Most egy kicsit szarul érzem magam ez miatt. Már nem tőlem kaptad, de akkor is szól érzem magam. Na, ezt ki fogjuk rakni, uraim. Majd. Már mondjuk el tudjuk kezdeni ezt a kettőt. Megköszönte? Tényleg? Nem hiszem el. Bizonyítsd. Bizonyítsd, mert hogyha nem, akkor meg se történt. Ki van nincs a sztoriba? Mert ha nem, akkor nem történt meg. Na? Ki rakta nincs a sztoriba, öcskös? Na, látod. Úgy de jók ezek. Per user ergapcsi. Elhiszem, barátom, viccizek.
És hanyadik hónapod amúgy ez? 13. Ezt kell is nyitjuk, mert ez nekünk nem köl. Átlet is csatár, izé? Az öreg wifi? Jó, hát nem tudom, miért nevetett meg ez most engem ennyire. Jó, Istenem, zseniális. Hop-hop! 800... Hát már 500... Hát 450 coin zsebbe. Köszi, Kuli, mám a 17. bombát. Nagyon szépen köszi. Jaja, az öreg felkiált, hogy eddigi. Jó. Szia, Mátéka, ciao ciao. Várjál, hadd nézzem én meg egy picit. Ez az abba kerül, amiben múltkor is, ugye? Az egyi megadott múltkor is? Ebből jöhet amúgy ugye Thunderstuck Titi, ugye? Azért? Kicsit azért csábít, nem mondom. Azért vannak itt szép dolgok még azért. És tényleg megköszönte. Jaj, köszönöm szépen, Jéj, hogy megnézted. Igaza van. Bocsánatot kérjünk a Gabcsitól, hogy mertük feltételezően nem köszönte meg a szubot. Mert 3 esélyes pick nem, 2 és benn vannak a Thunderes Icon-ok. Mert az múltkor nem volt, csak a centu meg a sima, ugye? Sima base. És akkor csak 2 volt. Mondjuk amúgy az... Várjál, most miért még beaktiválom, megnézem, hogy lenne erre a fodder. 287, meg egy 86, ugye? Hát amúgy lenne rá. Amúgy lenne rá. Szerintem, de... De még itt belemehetnének ezek a szutykok, ezek a Raul, meg a Drogba, meg ezek a szarok is. Olyar Zabal, mik ezek? Mi van nekem ilyenem? Aha. Jó van, hát itt is. Jézusom, Stuán. Ja, Istenem, Girona szurkoló vagyok egy kicsit most. Ugye? A Tricommon, hát az a baj, ilyen van még benne, szerintem összesen ez együtt 3. Ezt ugye innen nem látom, úgyhogy telóról majd elnyitom, de hát nem ezen a 3-on múlik. Valszeg. Ezek van a 83-asok, azt nem akarom megcsinálni. Szavazás, hogy az a baj, hogyha most csinálok egy szavazást, zsáim. Hát, nem tudom, szinte biztos, hogy így azt írjátok, hogy 98-2 szerintem így a százalékos arány, hogy igen, megcsináljuk, ne csináljuk. Szerintem. Most nyilván, hogyha csináltok egy szavazást, csak azért is páran a nemre nyomnátok, hogy ne legyen annyi, hanem mondjuk 90-10, de szerintem a szavazásnak itt nem sok értelme van. Én szerintem. Mennyi infon kell bele? 2. És mennyi van? 1. De benn van a izé, nem? Chat ez a... Hogy van upgrades? Ugye abban van a izé. És ugye ebbe kell egy 85. Jó, figyelj, ezt mondjuk faszékel bele 85-ös. Ez kitalálta ki ezt a hülyeséget. Nincs is 85-es lapom! Besöke. Megcsináljuk. Egyetlen egy dolog miatt csinálom meg. Meg is van, mit teszünk bele. Jó volt veled, öcsi. Egyetlen dolog miatt csinálom meg. Nem a content, bármennyire meglepő, nem a content miatt. Hanem azért, mert annyi csomag van, hogy szerintem a Maldini az alapból is meg lesz. Szerintem amúgy meg lesz a Maldini valószínűleg. Sikasz csak 83-as, de jó, hogy mondod, bele is pakoljuk. Szóval, hogy lesz annyi fodder ott, hogy igazából nem ezen múlik. Legalábbis nagyon remélem, hogy nem ezen fog múlani. Bele kell tenni a Vlahovicet is.
Akkor ne. Ja, hát az, hogy hogyan végződik általában ez, jól vagy rosszul, az most mindegy. Figyelj, az esély az megvan egy titire. És akkor ezt eladhatjuk, és akkor lesz kurva sok pénz. Ugye? Bár mondjuk, hát figyelj, őszinte leszek, nyilván nem. Tehát a TikTokon azért bebedobálgatja. Azért most nyilván nem gondolnám, hogy itt izé fog esni. Itt bármilyen ilyen Isten befosok, olyan. Tehát ne, azért, na. A realitás talaján azért szeretnék még megállni két lábbal, hogyha lehet. Úgyhogy én nem várok olyan túlságosan sok minden, de tudja. Még a végén lehet, hogy ma fog ránk mosolyogni a Fortuna asszony. Ugye? És akkor ez így elég. Elég. Mondjuk a Maldini ezt ott adnám amúgy a Quali. Nem, 2-0-ban vagyunk még, majd befejezzük. Teljesen jó. Kondangendende. Az. Hopp, ez nem az. Bocsi. Hát ebből olyan nehéz Hansen megint Mbappékat pikkelni. Na, nézzük először a... Az elsőt beletesszünk. 3 ilyet. Ugye itt az a legnagyobb problémám. Nincs izébe? Az a baj, nem is tudnék miből. Hát az a legnagyobb probléma, hogy nincsen ilyen 83-as, meg 2-es fodderem. Igazából ez a van a legnagyobb probléma. Nincsen véletlenül 80 pluszos pikka már keten? Vagy mi az anyámon ebben a szarba? Mert ez így kicsit gyenge lesz. Ugye. Nem Rakit légezünk, Bureszem, nyugodj meg egy kicsit, kérlek. Szomorú. Este jön pikkajak? Az a baj igazán, hogy nem sok mindent tudnék beletenni, tehát hogy így egy oldal, meg még 4 lap. Szóval, hogy sok minden nincs is, amit bele tudnék pakolni. Úgyhogy szomorú szamuráj. Milyen árban vannak amúgy a 84-esek? Most a titi megvan, amúgy a vásárlástól nem óckodok annyira. 1800 forint csak? Az lófasz. Hát akkor pukkantjuk itt az öcsköst. Csak elég, nem? Amúgy nem, ez így nem lesz még. De ez nem elég lesz. Nem elég. Van még benne. Mi nem használ specialapokat? Mert bármikor jöhet egy olyan evolúció, mint például most, ugye, ami jött a Babaji D-re, amit olyan szintre húzza föl, hogy befosol. Szimplán ennyi. Ezért nem használom őket. Akkor viszont teszünk egy 8-7-eset. Szóval vannak olyan lapok, amik meg, mint például a például ez a Virtz. Például simán szemrebben és nélkül belerakunk. Ez így pont így lesz matekba. Ja. Ennyi. Ilyen egyszerű. A 80x5. Jó, hadd legyen. Mit csinálják vele? Így is el fog menni a fodder, nem kell még egy SBC, amire elbasszuk. Ennyi az idő? 22. 1008-ak. Ja, ocsóban nem tudsz venni. De 84-eseket kell csak venni. Májók vagyunk. És ez is plusz 3 csomag. Jaj, de jó.
Szevasz, Noel, szia, szia. Ez így nagyon jó. Ebben nem kell inform. 80x5K82 team viszont kell bele inform. Jó, hát 82-es teamet sem tudok összerakni jelen állás szerint. Mert a De Bruyne, mert a Kane. Ez a pop. És amúgy ennyi is a sztori. Hát akkor ide mondjuk megint izékat bepakolunk. 84-eket. Köszubám. Ezt meg is kell töltenem most már. Már szerintem ez így nem lesz még elég egyenlőre. Ez mint fodder. So. A Berardi. Amúgy ez így lenne jó. Viszont ha belecsattintunk még egy izét. A Jason is majd bele fog menni valamibe. Még nem tudom mibe, de valamibe bele fog. Az a seal deal, ez mehet. Szerintem simán. És akkor viszont visszavehetjük az izét is egy kicsit. De majd az is valamibe bele fog menni amúgy. Jön a Titi abba? Hát majd valamibe. Valamibe jó lesz az öreg. Ja, ugye várja, nem jó. Jó. Kés. 54, hát ezt kinyitjuk egészig chat amúgy simán. Egészkor meg akkor megszavazzuk itt a nagy megszavazósdit. 900 coin, egy 83-as lap. Nem egy nagy valami. Annyiba. Jéjét csinálhatsz rá amúgy, ha gondolod egy Predatorre, szeretnétek valamifélét. Hagyok én rá. Mi legyen? Azt tudja, hát most mit tudjam én. Azt találjátok ki. Csetem valamit írnak aztán, ami szimpatikus. Azt mi van ezzel a lappal, öcskösök? Ez miért ilyen drága? Adj már valami jobb lapot akkor ide. Ginter. Jó lesz a Ginter. Amelyik tetszik, jöjjön nyugodtan, az durranst. Na! Már csak 86-os van vissza. 56 van. Hát, beélesednek a szerverek, nagyjából időben is tök jó. Végzünk majd. Informom is teljesen elfogyott. No, medvel a Casemiro, meg az Oblak, meg a Marquinhos. Mondjuk. Beleteszünk valami 86-osat. Hát... a gyász. Uha, soha az életben fogom használni. Igen, és akkor... 83-osok csak elegek, nem? V1, V1. Hát ez a nap legértelmesebb kérdése volt egyelőre. Egyelőre tiéd a díjfőnök. Igen. Nem elég. Akkor egy 84-es föllene még.
előre, dudek. Ezért quickszel áram, vagy ezért áram mennek. Ah, pont így a jó. Okay. Ment a pred? Vagy még nem? Nem tudom. Igazából a predi az a tiétek. Én most arra figyelek, hogy kirakjam a cuccot. Költöttünk rá egy keveset, de megéri a izé a Litmanen Schmeichel meg LAN 3-asér, mert amilyen az én formám, amúgy a 3-ból 2 duplikátus lesz, ide mondom. Ugye? Yeah. Tudod mi lesz? Valami kitakaró sztori. Na várj egy picit, Cser. Azt mondja, hogy... kell nekem, igen. Ne rezegjél már ennyit, kérlek. Jaj, bazd meg. Na, cset. Van itt egy ilyen képes cuccom. És csinálom. Na. Főnök urat ide betesszük. Így-e. Így az öcsköst. Behúzzuk. Behúzzuk mondjuk ide. Na chat. Elfordítom ezt a fost. Lehetünk? Látunk, uraim? Ezt majd szépen így-e főhúzzuk-e? Mondjuk igazából látjuk, amit látunk, úgyhogy jó, ezt tudjuk. Igen, hello, jó napot, jó, na. Rák megette a hülyeséget. Sőt, tudod, mit úgy kéne csinálni? Lehet, hogy menjünk balról-jobbra izékkal. Figyelj. Nyugi. Az első lap. Mondja, hogy... Ja, várjál! Nem így. Nyomom, nyugi. Ez az? Nem. Várjál, op, azaz. Figyeld. Nyomuc van fizika. Köszi. Szerencse hozzú, regduplavé száz a ne bohoc. Ez nem tudom mi. Előre. Jajaj, hát ez már rosszul kezdődik. Fú. Ez valami traktor középpályás, ilyen, nem tudom, ilyen Lampard féleség. 71 passing. Biztos jó ikont nyitottunk? Vagy mi a jó isten ez? Ez valami húgycsatárcset. Wright, vagy valami ilyesmi. Vagy a rás. Köszi szépen a lehetőséget, uraim. Ez jó volt. Következő. 70... Igen.
Jó, megint egy csatár. Nagyszerű. Okés, figyelek. Fú, tesó, hát ez megint valami traktor. Ja, Istenem. Fú, két Fannister lehet? Csocsocsára vár. Jaj, anyám, hát ez megint valami traktor. Nagy a baj. 90, shooting 86. Ez megint a Lineker, Rás, faszom, Larson. Jó van, akkor köszi, köszi a lehetőséget. Jó, jó, köszi. Na, chat, talán ez az utol, ez lehet valami, na. Jézus, kettő értéke nem éri el a 100k-t. Nyugi, nyugi, intézem. Igen? Az, na, ez amúgy nem néz ki rosszul. Igen? Oh. Amúgy? Amúgy? Ez nem néz ki rosszul, bocsi. Bocsi, bocsi, ez nem néz ki rossz. Ez Cannavaro gyanús nagyon nekem így elsőre. Másodikra is nagyon. Vagy a Bobby Moore. Passing. Vagy a Baré. A Barézi is lehet. Az a baj, az izének 94 van, nem a... A Maldininek. Igen. Jó, ez nem jó, ez nem a Maldini, tesó. Az ennél gyorsabb, másik olasz, Barézi, mi? Hierro. Tesó. Tűha. Én is olaszba tippeltem volna, amúgy, de... Tű. Nagyon nagy a baj. Tehát ez volt az. Köszi. Ez mind az volt. Azt köszi. Jó van akkor. Hát ez... Már meg is érte. Már meg is érte. Hát ez nem tud futni. Meg fordulni nagyon. Hát ez semmit nem tud sajnos. Ez meg még annyit se. Na, hát ez... GG. Húha. Hát legalább ikon, igen, amúgy. Örülünk. Hát ez gyönyörű szép volt, Taim. Megérte. Ja, hát másnak 95 prof, igen, az ilyen izéknek azért, aki 6 mindent mennek VL-be, max azok kapnak ilyet. Jaja. Jaj, de szép. Mondjuk legalább jöhetett volna, még ha figyelj, azt mondom, hogy a legrosszabb centúriót bedobja, vagy a gattúzót, vagy valamelyiknek van ilyen specialje. Azt mondom, hogy oké, de hát 3 prime, az mindegyik egy nagy szar. Hű, van baj. Gerikém, parancsolj. Hát... A 3 nincs annyi, mint az SBC, de szerintem fele se. Hát figyelj, ezek ilyen 90 rongyok köbben, nem? Szerintem mindenki 90, 80-90 körül van, nem mindegyik. A ratinget vesszük, nyilván. A ratinget vesszük. Feel the game. Feel the game, bro. De szép. 67 ezer? 67 plusz... Ja? Bocs. Kicsit föllőttem. Az kemény cigi, mondjuk. 67k minimum value. Frissítsünk csak rá, Toti, igen, jóra. Ó, működik ám bizony. About Toti, Vote Men's Toti. Nagyszerű. Na chat! Elindítjuk a felvételt. Először is. Gyors beköszönök. Szavaztok, srácok, itt a YouTube nézőknek. Toti szavazás. Igazából szinte, azt hiszem minden évben volt, nem? Talán minden évben volt eddig ilyen. Nagyon fontos, az elején elmondom, hogy nem a valódi teljesítmény alapján szavazok, mert nyilván nem követtem az összes itt lévő emberkének a munkáját a tavalyi évben. Arra fogok szavazni, akivel én nagyon szívesen játszanék, és szerintem egy jó kis kártya lehet belőle, ami nem feltétlen ez a megszokott és biztos, hogy meta lesz belőle lap. Bár biztos ilyen is lesz benne, de ja, úgyhogy let's go. Okay. Na chat! Itt van a sztori, és akkor gondolom én, hogy ugye a szokásosan ugye itt lehet ugye húzkálni a sztorit. Na let's go! Mindenki meg tudja ezt csinálni természetesen, teljesen egyértelműen, úgyhogy hajrá, hajrá!
Hát figyelj, kapusok tekintetében igazából tök mindegy, bármelyiket betehetném. Totálisan mindegy, mit használ... Hát azt hiszem... Ter Stegent használtam meg Oblakot idén, a többit azt szerintem egyiket sem. Talán az Alissont. De erre nem emlékszem. Őszintén. A Ter Stegen meg az Alisson volt a két legjobb. Igazából tök mindegy. Betesszük az Alisson, csak hogy ne tudjátok azt mondani, hogy jó, hát csak azért teszi be, mert hogy a Ter Stegen barszás, hogy igazából a kapu az nekem tök mindegy. Na és akkor a védelem. Azt mondja, Saliba, Anders, igen, Klaus, Frimpong. Mert itt Josma Klauszék a védelemben vannak, bocsi, igen. Mert a Dante, Marquinhos, Di Marco, Kimin, Jai, Só. Ami mindig nem értem. Bocsánat megint, hogy ez miatt krájálok, de hogy a faszba nem fér be egy ilyen line-upba a Rüdiger, meg az Araujo, hogy a faszba létezik ez? Ezt egyszerűen nem beszél be a gyomrom. Hát hogy a faszba? Hát nem tudom lenyelni, geci. Hogy a faszba nem kerülheted be az Araujo meg a Rüdiger? Mondjuk. Vagy a Militao, tehát tök mind. Hogy a faszba? Hogy kerül oda előbb a Koundé, akiről bázzák, a tíz ujjam nem elég, hogy megszámoljam, mennyi gólt kaptunk róla tavaly. Hogy kerülhet előbb be a Koundé? Hogy? Hogyan, EA Sports, könyörgöm? Nem nézek sok meccset. De az összes Barca meccset láttam tavaly, ami létezik. Meg nagyon sok Madrid meccset is láttam. De hogy a Koundé hogy kerülhet be? Bármelyik másik belső védő abban a két klasszikus csapatból, a számomra elképesztően érthetetlen. Érthetetlen, geci. Hogy? Hú, rosszul vagyok egy kicsit. Na mindegy is, bocs, kikrájoltam magam. Na, tehát, hát ezt betesszük, mert ezt én játszanám. A Salibát is játszanám. Mit játszanék ebből? Tiót nem játszanám, unalmas. Hát, fú, bazzeg, nem túl nagy a választék. Frimpongot is játszanám. De amúgy az Arnoldot is játszanám. Játszanám a Salibát, chat. Meg játszanám a... Ha mondjuk 4-4 lenne, akkor a Grimaldót játszanám. Ezt a négy lapot játszanám. Nagyon szívesen. De mondjuk ebből valószínűleg a Van Dijk meg is érdemli, amúgy a Salibának is kurva egy szezonja volt, ahogy én tudom. Amúgy a Frimpong is, meg a Grimaldo is. Mondjuk a Grimaldo az inkább talán idén, nem? Vagy ez tavaly is nagyon ott ment, mert azt tudom, hogy a Grimaldo ugye rengeteg Timo Dövéket kap, kurva sok gólt lő. A Frimpong is ahhoz képest, hogy védő kurva sok gólt lőtt, ugye? Meg lövöldözi őket, szóval annyira nem lövök vele mellé. Talán, de hogy én ezeket játszanám amúgy szívesen, így ezek közül most így hirtelen. Fú, ez a Koundé annyira... Ugye a Koundét is használnám szívesen, de annyira fölbasz, hogy itt van, hogy nem fogom betenni, mert fölbasz, hogy itt van. Hogy ez mi? Ez mi, chat? Őszintén. Jesus Navas. Ez mi? Gaia. Valenciás lap. Mi a fasz keresz egy valenciás lap egyáltalán itt? Bocs. Tehát, hogy azért a spanyol focit azért a legjobban azt követem, de hogy... Nem értem. Ha bocsi, nem értem. Na mindegy. Fú, menjünk tovább, fölrobbanok, geci. Na, tehát, középpályán. Itt mondjuk van opció rendesen. Most ez mi? Chat, őszintén. Tehát, hogy benn van egy Golovin, hát rosszul vagyok. Benn van egy Golovin, és nincs ott a Frenkie de Jong. Hogy a véreres faszba lehet ez? Hogyan? Ben van a Griffo, ben van a Brandt. Brandt jót ment, oké. De hogy... A Pedri is miért van előbb bent egy Frenkinél? Nem értem. Nem értem, tesó. Bent van egy Tchouameni előbb, mint a Frenkie de Jong. Jó Isten, gyere le! Könyörgöm, segíts meg, mert rosszul leszek.
Hú, geci. Na jó. Nyugodjunk meg? Tehát. Melyik City-set tegyük be, ugye? Mert azért az be kéne tenni egyet. A Bernardo lapot írdatlan módon élveztem tavaly. Meg ahogy láttam, amikor Manticore ellen 1v1-eztem, a Bernardónak az a nem tudom melyik lapja, talán Thunderstackos, az a lap nagyon jó volt. Azt nagyon szerettem. Úgyhogy ez nagyon jó lenne, ezt nagyon csípném ezt a lapot. Ezt betenném a Frankie helyett azon nyomban. Csaká. Mi a fasz? Fú, hagyjá. A Musialát is szívesen használnám. Amúgy meglepődtök, a Pedit meg a Gündoğan nem használnám. Szerintem nem jó kingém annyira. Én legalábbis annyira nem élveztem őket. Amennyit játszottam velük tavaly se, idén se, úgyhogy egyik se köllene nekem. A Bellingemnek szintén nem élveztem a 88-as Player of the Month-ját, nagyon gyorsan kiszorult a csapatból, nagyon-nagyon nem élveztem. Hát a Modric az teljesen egyértelmű, hogy a Modricnak itt a helye, azt nagyon szeretném. Fedét nem használtam idén csúcs se, Kroos se. Bár emlékszem, a Kroosnak mindig szokott lenni egy ilyen 5-5 lapja, ami valami irdatlan beteg. Én nem élveztem a Pedrit eddig évben sem, chat. Nagyon védekezősebb lap. Attól félek, hogy amúgy a Rodrit nagyon szívesen betenném, mert csípem az ember, de annyira félek, hogy egy ilyen 75 pészes 60-60 agi balanszos gyászlapot kap, hogy nem tudom. Annyira nem vagyok benne biztos, hogy szeretném ezt a lapot használni, pedig amúgy ebből a lapból mondjuk egy ilyen 4 skill, de még akár a 3 skill 5 week-es lap, ami mondjuk ilyen 85-te minimum fut, és mondjuk ilyen 80-80 agi balansza van. Igen, hogyha bekerül, ez egy foslap lenne, én is csak ezért nem akarom, amúgy szívem szerint ezt tenném ide. Mert nekem valami, nyilván valami védekezősebb lap kellene, hogyha mondjuk, tehát most ugye azt nézem, hogyha mondjuk az egész keretem ugye ez lenne, vagy nyilván nem lesz, de hogy úgy nézem, hogy ugye nekem ugye mindig kettő támadó vonalú középpályás kell, az most ugye megvan, és egy védekezőbet akarok. De a Bellingemet nem élveztem. Fede az ilyen túl alap. Hát faszom, beteszem a Rodrit a gecibe. Legyen hát a Rodri. Ja. Talán, nem tudom. Bár mondjuk lehet, hogy Gündoğan is jó lehetne amúgy ilyen védekezősebbe. Bár inkább támadóbb lap, de... Hát az a Rabiot totál nem mozgat, Milinkovic Savic totál nem mozgat, Baraya szintén nem mozgat. Csaká, mi a fasz keres egyáltalán ez itt? Nem is értem. Bruno Guimaraes nem mozgat. De Bruyne is inkább támadó, bár valószínűleg a Totti-ja tudna védekezni, de annyira nem mozgat. Declan Rice sem mozgat. Úgyhogy... Ebből Rodri lesz cset. Ismese. Pedig a Fede valószínűleg kurva jó lap lenne. Nyilván, és biztos jó lenne, de ja. Na jó, jó, támadók. Ez mi? Ez mi a faszt keres itt? Bocsi, hol van a Julian Álvarez? Ne haragudj már meg, tehát csak egy percre álljunk már meg megint. Nem bírom, geci, komolyan mondom, nem bírom. Nem bírom. Mi a faszt keres ott egy Usman Dembélé előbb, mint egy Julian Álvarez, geci? Nem értem. Só, nem értem. Fú, rosszul vagyok. Na jó. Tehát, ezt nem is értem. Nem, na mindegy, már megint rosszul vagyok. Na szóval, itt meg az a bajom, itt meg amúgy nagyon sok az opció, amivel szívesen játszanék. Itt az abban nagy baj. Lakingin nagyot megy. Hát biztos, hogy Lakingin nagyot megy, de hogy miért van előbb itt, mint a Julian Álvarez például, azt senki nem tudja szerintem. Vagy nem tudom, hogy valaki tudja. Gerard Moreno? Már Toti lenne, tesó, viszont. Na jó, Saka nem mozgat, Salah szintén nem.
Vagy 4-4-jel amúgy jót mehet. Grealish szintén nem Haaland. Annyira nem Son. Ezt leköpném. Ez nem. Ez nem. Ez nem. 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 Kvara nem. Osimhen nem. Berardi nem. Taremi nem. Benzemát használnám. De az egyik lap az biztos ez. Ez 1 milliárd százalék, hogy ez az egyik kártya. Az Antót nagyon használnám. A sima lapját nagyon élveztem, nagyon jól mozgott ingém. Az Antót azt meg nagyon új szezonja is volt az öcskösnek, jó ment neki nagyon amúgy. Ezt használnám, ezt az Antó lapot. Igen? Azt mondja, van itt egy CR még, egy Morata. Tehát amúgy oké, lövöldözgeti a gól, de hogy a... Tehát nem mondd már nekem, hogy a Morata is ekkora átment nagyobbat, mint a Julian Álvarez tavaly. Ne magyarázd már meg ezt nekem. Nem tudom. Kicsit mondjuk ettől függetlenül bőségzavara van. Morata jót ment? Hát én azt értem, hogy jót ment, mert ezek közül valószínűleg mindegyik rugdosta a gólokat, de hogy... De hogy te só, tehát hogy miért szerepel ilyen lap? És értem. És mondjuk egy Álvarez meg nem. Na mindegy. Hát amúgy a balszér a Vini elég esélyes nekem. Mert a Vinit, ha emléksz, az idén ugye volt egy draftunk, ez a, amikor Vini is meg Izé is volt, jobb odat a Rodrigo, azt hiszem, és a Vinit azt írdatlan mód élveztem, és nem a futás miatt, hanem az R1-es, tudod, a rakéta csapatos playstyle, vagy melyik playstyle az a quickstepes, azt nagyon élveztem ezt a kártyát. Úgyhogy ezt a lapot szívesen használnám. Az a baj, hogy Roncát nem használtam még idén, nem tudom, hogy milyen lehet, de oda betenném őt is. Betenném a Benzemát is, mert szerintem ő kapni fog egy, ha esetleg a Benzema kapna egy víket, és akkor 4-5 kurva jót mehetne. A Levát is nagyon élveztem, bár őt, amúgy őt is használnám, őt most azért nem rakom be, mert kurva sokat játszottam vele idén, már több mint 600 meccset, és már unalmas egy kicsit. A Messit is élveztem, amikor a 90-es lapját használtam. Ugye Benzemát is használtunk a játék elején, és azt is élveztem nagyon. A Kane-t azt annyira nem, hát ezek meg nem kellenek nekem. Hát, a fasz tudja, csak ez az utolsó pozíció, ez olyan sok minden lehet. Ez a CR-t is szívesen ellötyögtetném, ott a Titivel elől biztos jót menne. Benzemát is, meg Messit is eljátszhatnám amúgy szívesen. A hármat. Leva is negyediknek, csak a Levát amúgy lehet a Levát tenném be, hogyha nem használtam volna orba szájba idén, de már meguntam kurvára, úgyhogy őt azért nem fogom betenni. Valami ilyesmi. Benzema mens, úgy, igen, most ilyen téren amúgy a Benzemát se értem, hogy mit keres itt. Tehát, hogy oké, persze rugdosta gólokat az üzbég ligába, de hogy nem tudom miért. Nem, még mindig, tehát, hogy nem értem, hogy az itt felsoroltak közül a 3/4-ét veri a Julian Álvarez. Most csak tudom, hogy az ő nevével dobálózok, de hát geci, mi szezonja volt tavaly? És értem. Bocsánikám, köszépen a nagyon sokadik hónapot, faszi. Nem tudom hányadik, ne haragudj. Kicsit belebúzultam. Nagyon szépen köszi. Messze az aranylabda miatt van ott valószínűleg. De most, hogyha szívünkre tesszük a kezünket, akkor se a Benzemának, se a Roncának, hát én a Levát se tettem volna ide, a Messi se tettem volna ide. Hát én már elengedném ezt a nagy hype-izét, hogy most nagy legendák, imádjuk őket, de faszom, hát érted? Én a nagyobb estéket szeretem, igen. Én amúgy pont az ilyen estéket szeretem, aki kicsit ilyen magasabb, erősebb, tehát mind a Leva, meg a Benzema, meg a Ronc, ezeket a csatárokat szeretem, amúgy. Ez igaz. És hogyha mondjuk a Leva, Benzema, a Ronca közül kéne választani,
A Ronaldot nem használtam még soha. Itt az ideje, most úgy elhasználnám a CR-t. Ugye valami ilyesmi. Ezt a brigádot nagyon tudnám élvezni. Ja, van egy ütköző, két ilyen gyors, gyors kis alacsony kis izé. Grizi osztogat a Vini. Ezt ugye ellötyögnék ezzel amúgy. Ezt élvezni. Az a Grimaldo kérdője. Szívesen elhasználnám amúgy. Ez a 88-as lapja, ami most van benne, ez a CM, amit ugye én RB-be használok, majd jön be csereként, kurvára jó. Nagyon csípem azt a lapot. Tehát mondom még egyszer, chat, csak az alapján választottam, hogy kit élveznék. Hogy építem be? Hát valószínűleg nem fogom megkapni mind a 11-et, ugye? Ez eléggé erősen egyértelmű. Ezek közül csak egyet kihúzunk, én azt mondom, hogy okés. Linkelni kurva egyszerű, ezek közül bármelyiket már alapból van, mert 6 ikonom a klubba, tehát mindenkivel okés lehet. Mindenkit be tudunk építeni, még ha kettő különböző ligás toti jön, akkor is be tudjuk építeni. Teljesen egyértelmű. Úgyhogy tök okés. Na most ezt külön le kell submitolni, vagy át kell menni a Womens-re, chat? Azt nem tudjátok, mert nem akarom átmenni a Womens-re, azt elbaszni. Külön. Tehát akkor ezt most submitoljuk. Értettem, jó napot kívánok. Köszi. Ez most így elég volt? Jó volt? Megtörtént? Megtörtént, ugye? Ja. Na, ó, next. Hölgyek. Itt ugye végképp nem tudnánk az alapján dönteni, ugye, hogy ki mit csinált az évbe. Mert hát egy darab nőit nem láttam. Nem fogok hazudni. Kapus, Endler, Irps, Frokms, Nanzje, Campbell. Nagyon jó. Az Endlert nyitottam ki a legtöbbször, ezért őt rakom be. Köszi. Na! Ez számomra teljesen egyértelmű. Ez is. Vagyis hát inkább így. Illetve... Hát... Be fogom tenni a Renárt, mert amikor a játék elején használtuk, amúgy én csíptem. Én nagyon csíptem ezt a Renár kártyát. Magas, erős, ugye volt a izé, mosómedve playstyle. Én amúgy csíptem nagyon. Úgyhogy a védelem az ez. Bár mondjuk használnám szívesen amúgy a Karcsit is. Mert amúgy a Karcsi azt is sokat használtam az informiát, ugye, amit kinyitottunk a játék elején. Ez amúgy tök jó volt. De... Meg ez jó pina. Na várjál, egye bassza. Na, tessék, na. De csak azért, mert jó pina. Na, go next! Tehát, középpályások. Igen. Ezek között nagyon sokat nem is láttam kinyitva. Bocsi. Amúgy a Gejóró az nem volt rossz, amikor használtam. De, hát most ez valószínűleg nem fog senkit sem meglepni. Hát, én ezt így szeretném. Nem a barszás vonal miatt főtétlen. Ja, hát ez... Ja. Bocs. Igen? És akkor a támadók azt mondja, hogy... a számában ez nagyon durvát ment ez a lap, amikor informba nyomtuk. Ezeket nem is láttam, tesó. Azt tudom, kik ezek. Ezt a City is sokszor kinyitottuk. Ez biztos nagyon disznó lesz, ha ez megkapja. Ez a Smith is. Hát én a Hansen nem fogom berakni, mert azt nem akarom látni egyszer sem magam ellen. Azt biztos, hogy nem rakjuk be a Hansent, uraim. Hát nincs ez a jó Isten. Itt aztán, geci, nehéz dönteni. Hmm.
Mi lehet jó ingém? Amúgy a Kelly az biztos írdatlan jó lehet ingém, mert ennek ugye most van egy evolúciója is, ami már... Már alapokurva jó néz ki. De ez a hemp is olyan. A csatárom a Smith lesz, amúgy. Az fix. De hogy jobb oldal, amúgy ez a rejten is izgatja kicsit a fantáziámat, és nem úgy, mielőtt valaki félreértené, bocsi. Hát figyelj, vagy ez a rejtent pukkantanám oda, vagy ezt a Kellyt pukkantanám oda, ezeket nem tudom. Az bolondosom. Figyelj, bebaszom ezt a Kellyt. Hát, én mondjuk ezt tudnának érteni. De csak a Maria kapja meg, könyörgöm, azt bármennyibe kerül, megveszem. Mindegy mennyi, 10 millió, akkor futparkozunk, csak kapjon a Maria egyet, könyörgöm. Azt annyira szeretném, chat, annyira szeretném azt a kártyát, hogy please szavazzatok a Mapileonra, kell nekem az alap. Mindegy, mibe kerül, de azt bármit megadok azért alapért. Fú, de jó volt, azt, annyira jó volt használni azt, még egy két hónapja, hogy nem tudom elmondani. Fú, de szerettem azt a kártyát, geci, Jézus Isten. Hát ez akkora fal volt, amíg nem lett lenerfelve, meg jöttek ugye az ikonpekek, meg ezek a különböző izék, még a sima goldapok működtek, hát atyavilág. Júj, de jó volt. Júj, de nagyon jó volt. Ja. Fú. Nekem az is jó, hogy honorable moments jön, vagy flashback, vagy mondjuk flashback az valószínűleg nem fog a nőknél jönni, de hogy mindegy. Csak jöjjön egy special lapja. Könyörgöm. Easy Esports. Egy Mapileont. A több, ha figyelj, ha egyik se jön be, a másik 10, mindegyik más, az sem érdekel, ez alap ez legyen benne. Ennyit kérek. Csupán. Köszönöm szépen. Na chat. Hát akkor ez lenne a másik. Team of the Week, hát annál kicsit keményebb. Azért. Ez lenne a másik brigád. És még egyszer elmondom, azok a lapok, amiket nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szívesen elhasználnék. Jaj, közben elmentünk pihenőre. Basszus, most lehet, hogy viszont lesz egy kék halálunk. Chat, ha szétmegyünk, akkor kék halál van, jó? Ez nagyon fontos. Előfordulhat, hogyha megáll a stream, akkor az fix kék halál, jó? Ja, várjál. Kösz a figyelmet, csácok, Twitch-et a legközelebb, szavaztok. Hello, hello. Kérd köszönni. Márhogy nektek most nehogy elmenjetek, nyugi. Csak ebből kék halál lesz, az meg ide látom. Okosan beszélj, bazd meg, mert összehoz. Akkor jövök vissza, jó? Chat, a kék halál van, nyugi. Melyik a megszokott történni általában. Please, ne. Ne. Nyugi. Ész még? Oké, nincs baj. Nincs semmi baj. Meg vagyunk. Nyugi, bugi, nincs semmi baj. Az, így van. Jaj, Bazsikám, nagyon szépen köszi a Prime-os subit. Köszönöm szépen, uram, a nagy Prime-okat. Szerelmes vagyok beléd, Bazsi, köszönöm. Szétesünk fejbe teljesen. Hú, gyerekek, hát... De jó lenne, ha bejönne ez a Toti. Ha legalább csak a fele bejönne mindegyiknek. Legalább egyet nyissunk, csak egyet. Jaj, de jó lenne. Úristen, extázis be ezek, hallod? Jó ide, jó. Ez örög ilyen? Most hát mindjárt baszhatjuk egy pillanat. Értesítés, küldemény. És ez mi is pontosan? Valami. Valami ilyen.
Na jó, chat. Azt mondja, hogy... Hát most, ha nyitottunk egy ilyen fantasztikus ikont, ugye? Go next. Hát igen, az Mbappéval szem meg fogja kapni. Elég nagy valószínűséggel. Igen, tehát valószínűleg nem így fog kinézni a Totti, amit én most pikketem. Lehet, hogy lesz benne valamelyik. Vagy akár több is, de... valószínűleg nem fog kinézni az egész. Na jó. Fú, ki is jöttem most kicsit így a játékból amúgy. Az úgy nem lesz. Az Izu szintén nincs lesen. Ezt meg... Egy bepasszolhattuk volna, persze, cutback-eltünk volna egy... Itt a Lee Kang-in, na, tesóm. Így van. Jó, de nagyon-nagyon rossz official. Nem biztos, hogy ma befejezem, hogy 6-ig terveztem a streamet. Ezt kicsit elhúztam az időt amúgy. Az viszont baj lehet. Titit vettük, eladtuk a levált, és meg volt rá igazából a pénz. Srácok, nagyon szépen köszi a hatalmas újságírói skilleket, és nagyon tényleg rest in peace meg minden, de hogy két emberenként írogatjátok be, és nem tudom, tehát hogy mit csináljunk vele, tehát tényleg rip meg minden, nem akarok geci lenni, csak hogy így tele van vele a chat, és nem tudom, hogy mit csináljak vele. Érted? De hogy nem, érted? Tehát most akkor beszéljünk róla, nagyon szomorú, tényleg, meg minden, hatalmas respekt, de hogy ne írjuk már be 10-2 másodpercenként, mert valószínűleg, akinek van internet, az úgyis látni fogja. Ja. Szóval, ja, érted? Ezt gyorsan meg lett szórva a fiatalembe. Nem biztos mondom, hogy végnyomjuk az egészet most, mert nekem időre vagyok. És nem hiszem, hogy most ez a harmadik meccs, nem hiszem, hogy 7 meccset bele fog tudni még rakni amúgy. Jó. Ez így volt betervezve. Tibike! 1000 éve, Pali. Még egy megtalás? Jönjön össze. De finom és elegáns volt. Ah. Wow. Nagyon szépen köszi Tibi, az 1100-as bombát elszámoltad, barátom. Kösz szépen Tibi. Nagyon szépen köszönöm a supportot, Pali. Tényleg. Nagyon-nagyon-nagyon szépen köszi. Na. Ez köszi volt. Köszi volt. Igen. Okosan beszélj, bazd meg, mert összebaszlak. Dudek. Hero Dudek. És
sűrű látni, mondjuk. Azt tudom, okosan beszélj, az meg, mert összebasznak. Meg kajás is vagyok amúgy. Na Smith. Most már ez a 88-as Babaji, de... Okosan beszélj, az meg, mert összebasznak. Na, hogy már igazából csak egyet tudok rajta húzni, de már annyira broken ma most is. Ez félelmetes. Az csak nem lesz jó, így van. Vagy egy kicsit. Na most figyelj csak. Pedig a fandák meg lett kajával rendesen. Így van. Tyrion Riss! Nagyon helyes chat, aki Mappy Leonra szavaz, annak jövök egy nyelvessel. Hát tudod még húzni, titkó? Jaj! Jeles. Ja, a felvételt meg közben megállítom, mert az már, ja, igazából nem kell. Tudunk ilyet? Tudunk hát. Rip. Jó, ide jó lenne egy Maria geci. Fú, ott a védelembe, te jó Isten. De nagyon, mekkora, nagyon kemény lenne be ezek alatt. Az tizi. Hát subgiftet nem kap, mert akkor jó sok subgiftet kéne valószínűleg kiosztanom. Jaj. De tudnék neki örülni, hogyha megkapná az öcskös tényleg. Basztom. Amúgy Titi nagyon jól mozog. Olyan jó, hogy kapott plusz izét, nem tudom, a balanszra, vagy mit kapott az agira valamelyiket ugye idéntől. Fú, de jó lett az alap amúgy idén, az nagyon kemény. Végre egy jó alap, amit amúgy meg is érdemel. Nem pedig ez a használhatatlan 93-as lapja volt, ugye most 91-es, nem is értek, miért lett akkor a downgrade, de hogy de nagyon jó ez alap most amúgy. Én emlékszem, hogy a sima Prime-ával nem is szoktunk annyira szórakozni az előző FIFA-kban, mert ugye annyira nem volt jó sose. Vártok mindig a momentet, hogy kapja rá egy 16 izé plusz agit balanszot. Végre használható az öregnek a kártyája. Puff, és azt is tudja az öcskös. Brrr. Hogy megy a raft? Kurva jól. Tökre élvezzük a Manticore-ra. Titi on top. Hogy nyomja a szűket az öreg? Szűket a csetre, uraim. Titi on top. Hát on fire. Szüket a bolondosnak. Objektívet csináltunk. Ú, de jó lesz csak majd a VL, Babaji, de 89-el. Azt a kurva. Jesus. Mit fog zörögni? Raft vidiben? Hát a Raft vidi az nem igazán extra. Na, a off-streamről työgünk a Manticore-ra. Nem akarok mindent ráhúzni a streamre. Teljesen más amúgy streamben játszani valamivel, mint off-stream. Most nem azért, mert hogy olyan dolgokat mondunk off-stream, hogy úristen, nem hallhatjátok, vagy nem tudom, titkok derülnek ki, hanem szerintem sokkal más off-streambe csinálni bármit, mert a sokkal többet kivesz fejben.
Annyira lefáradok tőle, mint az állat. Mentálba. Jaj. Jaj, és ez game független, meg tudok, hogy mit csinálunk. Jaj. Jaj. Jó, nyugi, nincs baj. Nincs baj. Arr. Nyugi. Jaj, nyugi, nyugi, nyugi. Nyugi. Baba GD nem jó. Hát az mondjuk, ha beakad, az mondjuk lett a nap gólja. Pedig a... Az Izu nem szokott ilyeneket csinálni, de gondoltam most akkor megpróbáljuk. Anyós Izu azaz. Jaj, meg ellépek rá. Ó. Csak lesétálunk a szélére? Szóljál, mert akkor jövök. Jaj. Ú, basszus, de jó lökő volt pedig. Elementett volna bazzak a montásba is pedig. El rossz időbe húzom el. Lefele csá. Vissza, így van. Óvassuk, számolunk vele. Az viszont baj. Tekerő, és a Fandek átveszi. Hadd nem mondjam mivel. Igen, visszapassz. Aha, de fönt védekezik. Jó kis 71 deft, juhú. Izgi. Izgi, mizgi. Jaj. A Szabi. Lehetett volna az. Az les, viszont les lett volna. Oda néz, jön a constant pressure, abba másodpercbe geci, hogy jön a constant pressure. Az viszont nem les, nem is ér le odáig a laszti. Ez nehéz eszem, hogy ez nagyon-nagyon meta, meta button pusher lesz az ellenfelünk, hála jó istennek. Nagyon üti ezt a pressure after heavy touch témát 70-80 depten ez is. Úgyhogy nem lesz könnyű, de... De nyerhető. Nyerhető. Hogy visszatértem a játékhoz? Visszatértem egy nagyon jó ideje. Egy hónapja már. Ugye? Amióta kim van a patch, ami... Nem azt mondom, hogy megmentette a játékot. De... Sokkal játszhatóbbá tette mindeddig. Ettől függetlenül ugyanúgy vannak ilyen agyatlanok, akik egész meccsen cutbackeznek, de... Basszad meg. De a játék nagy része az mondjuk úgy visszaállt az eredeti kerékvágásba. Hát nem jön a labda, nem jön. Vártam volna, de nem jött. És Babaji de kilövi az Izut nagyon szépen. Vissza hosszúba. Jaj, de jó vagy! Úgyhogy ez ilyen egyszerű, de mondom, egy hónapja már, tehát ez nem egy nagy valami. Alapból ezt a legelső, ezt nem is értem amúgy, annyira rossz, hogy, és most nem rád értem, csak annyira rossz, hogy az emberek ennyire buták, meg értetlenek, hogy a videóban is elmondtam, hogy amíg nem változik a játékmenet, abba a videóban mondtam, hogy amíg ilyen marad, én addig nem vagyok hajlandó játszani vele. Tehát amíg nem jön egy patch, vagy tényleg nem váltott az EA Sport ezen, addig nem. Tehát ezt nem is értem, hogy ezt én elmondtam a videóban, hogy amíg ennyire egyoldalú és csak a szélenfutás működik, semmi más, és nem lehet középen játszani, mert annyira megöli ez a 71 dept az egészet, addig no. És jött egy patch, és az emberek nem értik, hogy miért játszok újra, amikor teljesen látható, hogy a középpálya teljesen más, mint volt. Ilyeneket mikor csináltam az előzőben? Soha nem lehetett középen játszani semmit. Pedig 71 deptem van, ez is ide mondom neked amúgy. Látszik bazzek, hogy a
hátsó ember a fandákban, azért ott védekezik a 40 méter a kapumtól. Tehát, hogy egyértelmű. És valamiért mégis jól működik a közepe, mert az IE megcsinálta. Amit furcsa, hogy ezt így kimondom, hogy az IE megcsinálta, mert nem sok ilyen van, de ezt most megcsinálta. De a terület volt, te jó Isten. Jó. Ne csúszott az ujjam, geci. Persze, ettől függetlenül kurva sok cutbackes ember van, és én is nyilván néha használom, mert valaki úgy beáll, hogy egyszerűen sehogy máshogy nem lehet játszani, csak a szélen. Sajnos. Ezt én is sajnálom, de összességében hála Isten nem csak ez működik. És ugye ez volt a lényeg. Annyira unalmas volt geci napi 3-4 órában azt streamelni, hogy mindenki a szélen futkorászik, az... És tényleg senkinek semmi más ötlete nincsen. A Modric balos. Pedig, hát figyelj, utóbbi időben nem streameltem, a 27-én volt a Dark stream, az ott az utolsó az évben. És most meg ugye... Az baj? Jaj! Most meg ugye, jaj, várj picit, meg gondolkozni kell közben, hogy most volt az első, milyen nap van? Hétfő, múlt héten streameltünk először, szóval egy nagyobb kihagyás. Sosem láttam a streamelsz. Hát figyelj. Egy hónapja streamelek mind a két helyen. Twitchen, YouTube-on. YouTube-on most is megy. Egyszerre két helyen. Küld értesítést papíron mind a kettő, de ha nem, akkor a Discord az mindig küld értesítést, hogyha nincs lenémítva. Ugye van külön egy ilyen szoba, ami instant triggerel, hogyha föllövöm Twitch-re, szóval, hogy amúgy így ezek küldenek értesítést, tehát hogyha akit érdekel, szerintem az így tudja, hogy mikor mit kell nézni ezért. Aki meg nem látja, az valószínűleg annyira nem érdekli, hogy odáig eljusson, hogy akkor nem tudom, Discordot figyelje, vagy nem tudom. Mert amúgy ez is tök érdekes szokott lenni, hogy nagyon sok embert föl tudnék sorolni a chatről, aki például mindig itt van. És nem azért, mert mindig jön neki értesítés, hanem mert tudja, hogy mit kell nézni, tudja, hogy általában mikor vagyok itt, ránézegetnek, hogy na, Ofi, föllőttem már valami. Ugye általában szoktam mondani, mikor jövök, ugye most is mondtam, hogy legközelebb hétfőn talizunk, és nekem a hétfőntől ugye általában ilyen délután 1-2-3 között érkezek. Szóval, hogy... És most ezt se ellened mondom, faszi, csak hogy aki akarja nézni a streamet, az általában tudja, hogy hol kell keresni, meg mikor, meg hogy tudod, mi mikor küld értesítést, vagy mi nem. Uppa, babacsi, de... Jaj, még egy babacsi, de még egy babacsi! És kihagyja babacsi, de elbeszarok. Hát az pedig teljesen egyértelmű gól. Ja, vagy nem. És több erőt kellett volna belepakolni. Olgi! Jaj, az pedig átmegy, de visszaérünk, nyugi. Ilyen kezdősebessége volt annak a Ribery-nek, te hülye. Az gólik. Jó, visszakaptuk az idános kapufánkat. Ezt nem ezt a csát akartuk. Visszakaptuk. Jaj. Nyomod Baba Gidi. Olgi. Most figyelj csak. Basztam. Hát, mert... ugye alapvetően az a matek, hogy a Twitch nézők 10%-ának küldik ki az értesítést a Twitch maga. Tehát, hogy az tényleg igaz, hogy kurva sokan nem kapjátok meg. Tehát, hogyha... Mert ugye, emlékszem, annól akartunk... Hát mindegy, volt egy vállalkozás ötletünk, és nagyon sokáig eljutottunk már benne, csak aztán végig is nem valósult meg. És abban volt egy ilyen applikáció notification-ös sztori, a szép labda. És igazából ott ugye tudtuk meg, hogy ugye minden noti alapvetően, hogy kimenjen, az ugye pénz. Tehát fizetni kell érte, és nyilván azért nem megy ki mindenkinek, mert az olyan horror pénz lenne, mint az állat. Gondolom ez a Twitch-nél sincs máshogy, meg minden noti szisztemnél ez valahogy így működik. Hú, Baba Gini, hogy megforgatta itt a népet, geci.
És na, tehát ezért van az, hogy nem kapja meg soha, most mondod ne bazzek, hány Twitch streamer van, hány követő van összesen, aki valakire követ, be van követőzve, kurva sokan vannak. Ennyi notification kimenne bazzek, ha rámenne a Twitchnek a gatyája is. Szóval ezért... Hogy Jenzus? Szóval ezért nem megy ki minden, és... Valamilyen szinten tök érthető, csak ugye ezért van az, hogy mindig mondja a néző, hogy ja, bazzeg, office streamelsz, hát nem is tudtam. Hát nem csodálom, mert hát nem ment közé értesítés. Szóval ez tényleg igaz. Ez pontosan így van. Nem tudom, hogy melyik platformon mennyi ez a százalék, az baj. Mert hogy ez hogyan néz ki. De ezért van az, hogy például a... Ugye Discordon, amit annyira én személy szerint jó ideje ugye már nem használok, de... Ugye Discordon ezért van az, hogy ott másfajta értesítést kapsz. Ugye ott figyeli a rendszer, hogy mikor van élő a csatornán, és bepittyeg az egyik szoba, ami neked ugye jelez. Szóval az nincs, hogy nem jön meg, hanem az igazából a botnak egy beírása, ami betegel mindenkit egy ilyen kukac everyone-ba, hogy hello, megy a stream. Hát az ugye fix, az 100%-osan fix a Discordos. Ott nincs, hogy egyszer nem, max, hogyha a bot beszarik. De akkor az ugye konstans beszarik, nem csak egy napra így hirtelen. A Discord fix, a YouTube meg a Twitch az nem. Ez egy ilyen szar dolog. A Baba GD mehet is. Nincs meg sajnos. Úgyhogy, ja. Ennyit ezek a értesítése sztorikról. De mondom, általában nem szoktam délelőtt streamelni, mert délelőtt alszok, meg az ilyen reggeli dolgok, tudod, asszon fog főkelni, üzéko, az baj, az gól lesz, és nem. Én biztos, hogy nem fogok reggel 8-kor meg 9-kor streamelni. Én biztos, hogy nem, uraim. Úgyhogy általában délután jövök. Hogyha van esti stream, esetleg ilyen meccsnézős, vagy darts VB döntős, vagy bármi, azt meg úgyis az aznapi streamben tudjátok, hogy este jövök még, vagy ugye előtte nap mondom, hogy hónap este jövök. Tehát, hogy ezek ugye mindig meg vannak általában beszélve. Ezek a vodok két hónapig, ha jól tudom, fönnmaradnak, szóval vissza is lehet nézni a streamnek a végét mindig, hogy aha, jó, vége az offinak, oké, mikor jön legközelebb, megnézem a stream végét, a kiköszönés, a bátalában ott van, szóval... Érted? Szóval, hogy igazából nagyon sok opciód van, hogy megtudd, hogy amúgy másnap mikor lesz. Ezek mind azok. Igen. Hú, hát ez majdnem öngól lett. Basszus. Baba GD. Az viszont úgy nem lesz. Hát a H-verset tudjuk megkerülni. Hát a Ferdinand a tesó az azért, ez nem egy blan. Csak így arrébb lögdössék az ilyen izék. 5-8 magas lányok, meg ilyenek. Ugye? Mint amire volt is ma példa. Azt csak meg kell húzni. Azt már, ciao ciao. Ez a réve faszi, mi a helyzet? Sergio Roberto? Azt meg kellett volna pedig. Jaj. Nem olyan van a meccs. Most már valószínűleg innen nem rontjuk el. És akkor hogyan vagyunk most? Vinekben most pont ez a negyedik, és így van meg ugye a kvali, nem? Azt a kurva. Tesó. És a Titi amúgy elképesztően ezzel a playstyle-al olyan mocsok robbanékony. Pff, nagyon beteg. Nagyon-nagyon beteg. Én alapvetően nagyon sokat, hát nagyon sokat most mihez képest, hogy ezért szoktam kirakni Instára is néha dolgokat. Ott is tudjátok követni, hogy mi a helyzet, hogyha olyan van, akkor ott úgy is leközlöm. Nyilván ott nem szoktam minden egyes izét kirakni, hogy most streamelek minden nap, és izé. De azért néha oda is betúrom, mert 5-0 van, betúrom, hogy mi a helyzet. Jobbám, az első alkalommal csetelsz, ha szoktam egy 100-as? Ne fasz. Nagyon kemény vagy, nagyon szépen köszi. 100 bitet. 3 meccset, 1 gólt szereztem a Baba GD-vel? Hát az nem túl sok.
Meg lehet csinálni evóba? Mert hát attól függ, hogyha megvan a... mindjárt mutatom. Nyolcvanhármas Foundation lap, ugye a... Hát volt, tudod, ez a Milestone-ba, vagy a mi az anyámba ezek, amikor meg lehetett csinálni, külön le volt bontva, ugye Portugál Liga, Holland Liga, nők, ilyen liga, olyan liga. Na, hogyha az megvan, ez a lap, akkor bele kell tenni a finisherbe, de előtte még egy evót meg kell csinálni, ami azt hiszem 50 ezer vagy 75 ezer coinba fáj, de meg lehet csinálni jelenleg. Igen. 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 Meg lehet. Hát mert hogyha arra alapozol, hogy most lehet, hogy kap totit, attól még neked nem biztos, hogy az alap meg lesz. Szóval... Nem tudom, az olga szerintem van top tier. Hogyha van inform cancelod, akkor a cancelod csináld meg, akkor én is azt csináltam volna. De... Tehát, hogyha 86-os az olgád, akkor is az olgát csináld meg. A 84-esként nem biztos, hogy azt mondanám, de... Ja. Igen. Ennyi. Hogyha tudtam volna, hogy... Ha tudtam volna, hogy jön a izé, tudnám, hogy jön az olginak a totia, akkor is megcsináltam volna ezt. Mert addig viszont kurva jó, és miben másba tegyem bele, ha nincs meg mondjuk a Cancelónak alapja, ugye? És a Van Dijk utol ér. Utol is érhet. Utol is kell neki érni. Ribéry mi labdát oszt? Titi pedig ess össze, tesó! Hát csak el kell burulni! Mind az a bizonyos zsák. Ó, bassza meg. Pedig ez jó lehetett volna, csak össze kellett volna esni amúgy. Az viszont megvan így. Jaj, 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 jaj. Oké, és meg vagyunk, nyugi. Így is van. Így is van. Ribéry, azt csak be kell csúsztatni 1-0. Let's go. Igen, vannak amúgy nem mennek ki, téjók mennek ki. El lehet ma mondva kb. 5-ször. Biztos, hogy volt, aki nem hallotta. De hát... Nem tudunk sajnos mindent 5 milliószor elmondani. Beckenbauer RST, nem tudok beszélni amúgy. Miatt volt. Mert szomorú meg minden, de az egész cset ebből állt ki. Tehát, hogy... És... Tehát most csináljunk vele. És valaki 50-szer leírja, hogy látta a sajtos, penótos, nem tudom minek a receptjét, az azt tudunk mit csinálni. Hogyha leírjátok 10 milliószor, érted? Szóval ez miatt vannak ezek a téjók, hogy okés, tudjuk. Tudjuk, köszi, tudjuk. Ugye a Franky mindig annyira... Milyen van a Franky ennyire mindig elől? Azt kicsit fos. Meg visszalépek a Van Dijk, hanem úgy my bad, a gól lesz. Ja. Köszönöm abban az 50-est, nagyon szépen köszönöm. My bad volt amúgy. Jó, kihasználta a kolléga. Visszaléptem a Van Dijk, ez verhető amúgy ez a srác. Nem igazán használ túl sok izét. Egyenesen is még amúgy a cseleket se használja. Se kényszerítő, se semmi. Meglövi a Ronaldót, aztán jó idő. Az meg úgy nem lesz annyira talán nehéz. Dudek. Szuba kellett volna. Hát én mindig ezt a 4-3-3-at szerettem általában. Vagy a széleset, vagy a két CF-eset. Van Dijk mellett amúgy nagyon szépen elmegy a Titi amúgy. Pff.
De jól forog amúgy. Úgyhogy én... nekem a legjobb, én úgy szeretek a legjobban játszani, hogy van kettő olyan védekezősebb CMM, meg van egy támadóbb, aki följön a támadásokkal és segít. Én ezt preferálom a legeslegjobban. Úgyhogy ugye van egy két csatár, az egyik az egy kicsit ilyen erősebb testalkatú, magasabb, a másik egy kicsit ilyen alacsonyabb. Elbasztam. Meg van a szélen egy ember, aki ugye ilyen futkorászós. Ugye ez a futkorászos most a Babaji, de a csatárunk ugye a Titi. És a másik csatár, aki a kisebb, most ugye a Ribery játszik ugye estét. Ugye ő játszik még most a Titi mellett, de alapvetően jó lenne, hogyha nem ez lenne. Hát nem ezt akartam, chat, nyugi. Az piros. Nice, nice. Amúgy figyeld a Lesra Ribery szerinted? Mert mi volt a pin? Jaj. Hát az jön velünk a Lizarazu. Na jó, Agi, gyere. Fuck. Szúrjon ki. Basszus. Írjuk ki pinbe, hogy tudjuk, hogy meghalt a Beckenbauer, vagy mit csináljunk, hogy ne legyen minden második üzenet az, és ne legyen mindenki kiakadva rajta, hogy miért lett téhozva? Mi a fasz csináljunk akkor? Mondja meg az, akinek nem tetszik ez a szankcionálás, hogy ilyenkor, hogy mi a menete ennek ilyenkor szerintetek? Mi lenne a jó metódus? Csak mert hogyha kiírom a címbe, az se elég, hogyha kiírom a parancsvarra, az se elég, hogyha ki van pinelve, az se elég. És Mutko volt rá például, hogy ide a képernyőre kiírtam a facecamomra, az se volt elég. Tehát, hogy mit csinálják, hogyha valami nem kívánt dolog van, és mégis mindenki beírogatja 2 másodpercenként. Mi a megfelelő erre? És komolyan kérdezem, mert hogyha valaki tudja, akkor megcsináljuk. És akkor talán nem lesznek ezek a timeoutok, de hogy engem érdekel, mert ezek szerint akkor ez így nem jó. De most nem megsértődnék a Diamondom, hogy ok meg minden, mert én komolyan kérdezem, tehát hogy sokszor ugye ez a nem volt a mitra, és ugye azt szokták mondani, hogy hát de hogy ugye nem lehetek mindig mindenhol ott, ami totál igaz. Mert nyilván nem lehetsz mindig mindenhol ott, ahogy ugyanúgy más sem, mert éppen dolgozom, most érsz haza, stb. De a néző meg azt ne várja már el, hogy érted, egy percenként mindenre válaszolok ugyanarra, amire mondjuk előtte válaszoltam az elmúlt 2:54 percben mondjuk 15-ször, vagy 20-szor, vagy 30-szor, tehát hogy ezért kérdezem tényleg normálisan, hogy akkor mi a megoldás vajon, ha egyáltalán van? Ugye? Jaj, Modric, hát nem tudta se átvenni. Hát akkor ki tudja, ha te nem, tesóm. Szép buborék. Lassan ennék. Na, úgyis mindjárt végzek. Most jön az, hogy mit igaz?
Most jön az, hogy mit? Á, tényleg. Az jó, mondjuk arra vagyok. Mi az kicsi? Azt a kura, Franky mi labdát osztotta, jó isten. A miért? A gorillapod? Az kell neked? Nincs rajta a fej. Vagy melyik fej, attól függ, mert ugye most... Szerintem nincs rajta. De az is itt van, mindjárt... Ráír egy picit? De nagyon kell most? Mit? Nem tudom, hol van kicsi most, mert nem nézem, szóval pontosan nem tudom, hogy hol van, de valahol itt valahol. Mászba érte kicsim. A pörgetés. Ez a pörgetés most nem olyan, mint a 23-ba, vagy mi ez? Mi van most? 24 van, akkor 23-ba. Szívesen. Basz. Viszont, ja. Az a pörgetésért, az baj. Baj. Van Dijk, ez miért ilyen rossz amúgy? De nálam is, hogy akartam mondani az ellenfélre, mondom, a Titi 5-ből 5-ször elsétál mellette amúgy, és hogy miért ilyen rossz, és most látom, hogy nálam is ugyanúgy elsétálnak mellette. A pörgetés tök rossz, hogy nincs már benne a gameben amúgy, mert olyan jó kis akciókat lehetett belőle összehozni. Volt nézni, bazzeg nekem is. Baba GD kaphatod, de a Van Dijk, na most bezeg lefülelette, szar. Azt meg a Franky nem füleli le. Jaj, anyám. Ezek a nüanszok. Szóval a srác az, mint hogy fönt lenne amúgy. Oké. Okay. George Best? Ja, fejelj le, légy cíj. Ja, mondjuk a modisot azt lefejelheti. És az a mit csinálok? Hát nem ezt, mondjuk. De nem jó! Ezt ne veszítsük el ezt a meccset, légy cíj, mert ez... Ez egy nyerhető meccs amúgy. Mondd kicsim. Mindegyikre rá lehet tenni a telefont. Aha. Hát itt van ez. Igen. Ezt a szutyót letekered. Ezt a szati letekered. Ezt letekered. Ezt meg rátekered. És a gorilla nem. Na. Szerzs Roberto majd intézi csak. Hát ez... Kell nyerni ezt a meccset amúgy. Na gyerünk, let's go. Jaj. Úristen, hát mindenki ezt szokta csinálni ellenem, de rossz. Jaj, ne. Official, nyugi, majd picit. Jaj. Azt meg aztán nagyon rossz. Lukita összeszedi. Aztán elbaszod, official. És mellé lépek. Annak is mellé lépek. Kapitány úr viszont összeszedi azért, összerakja, jó van. Azt akkor a Titi, hogy tette tovább amúgy, te hülye. Jaj, és mit pörget az öcskös? De jó, ez a labba, az meg hallod, de miért csinál mindent is? Az ne legyen pontos, könyörgöm. Köszi.
Köszi, köszi. Jaj. Nagy zsúga lett volna, megcsináljuk. Virgil! Ennél tisztában lehet lőni amúgy szerinted. Őszintén. Most hát fejelni, de hát ez abból a végeredmény ugyanaz. Biztos nem kapunk gólt a 95-be? Jó, jó, nyugi. Rakjátok össze valahogy. Ez pontatlan. Ezt is megcsinálja baznak, valami behalok. Nem lesz a miénk. Né, egy kicsit egyszerűbb mesnek ígérkezett amúgy. Baba GD! Baba GD, jaj de jó vagy! Egy csodálatos játékos a Baba GD. Hát ez egy izadós meccs volt amúgy. Ilyen statokkal, bocsi, bocsi. 0.6-os XG-je volt a kollégának. 0.6-os XG. Hát az még az egyet sem éri el. Na haragudj, milyen góljaid voltak? Ez egy trivella. Mondjuk... Ez miért szányas XG volt ezen? Ez nem volt rossz amúgy. Meg a második óra is emlékszem, amikor csak simán fővart a pipába. Nyomott egy Y-t, aztán főrakta hosszúba. És ez a két gól, meg ez 0.6-os XG-t ér. Van Dijk az mondjuk lehet, hogy a George Best-et ellökhette volna, de ez miért 0.6-os XG? Ez ennyire szar szituációkban voltak? Tudom, kicsit többet ért volna, na mindegy is. Custom taktika, hát ugyanaz használom, mint eddig amúgy. Nem variáltam nagyon át. Jó, most a Baba GD-vel amúgy basztunk egy-két gólt, úgyhogy... Na chat, dobok egy pisit. A fasz nem, mert úgyso meccs úgyis. Utána el kell mennem, hogy így kicsit el vagyok késve. Juhú, jó, még egy meccs. Még egy meccset belepörkölünk, uraim. Enzus! Enzus! Mit teszed? Kép vagy. Viszont a titit azt nagyon élvezem, chat. Mondanom se kell, hogy... Titko nagyon-nagyon jó. Folyik, mint az atom. Basz meg, Mark! Hát mit védesz? Hülye vagy? Az gólik. De zöld time volt, haló. Hogy leakadt volna valakin? Olyan. És még abba is belenyúsz. Baba GD nagy tanárnéni, bazzek, hallod? Zseniális ez a kártya. És még mindig nem a maxos állapota van. Ugye az majd most fog jönni, hogyha ezt a... Azt meg ezt a meccset esetleg úgy húzzuk le, hogy nyerünk is, és még gólt is sikerül vele lőni, akkor... Akkor ugye meg leszünk. De már most is érzem, hogy elképesztően bika. Nem tudunk sajnos oda átmenni. És amúgy ott sem, mert amúgy milyen kibaszott tömött ott a közepet, te jó isten. Ez a futre? Az hát. Ez is csak sprintel, bazzak, amíg a vonal tart. Na bába GD midi.
akkor mi is futunk. De hogy futunk, hülye vagy? Az a baj, hogy viszont ez megint a szélenfutás lesz ez a meccs nekem, mert ahogy látom, a gyerek az úgy be van tömbe középre, hogy egyszerűen szét van tömbe a közepe, geci. Szélen kell szerintem játszanom sajnos. Ha csak az ilyen kontráknál esetleg. Jaj, bazzek, sok volt a flikim, aki. Babaji de XTT, azaz. Nagy kollab. Komoly kis kollabot nyomnak a srácok. Az már pontos. Ferdi. Mi van? Jó, az még? Hopp, jó, azt hittem elbassza a gyerek. Olyár Zabál. Ki használ olyan kártyát, hogy Olyár Zabál? Ki használ ilyet? Várható volt, hogy az a passz jön. És az a passz is jön. Még egy bepassz. Nem tudunk oda menni. Küli, az meg gól lesz valószínűleg, mert oda csorog a futra elé. Első lövés, első gól. Juhú. Ki gondolta volna? Ugye? 900-ból 899 meccsen milyen mondjuk? Nem ez lesz az egy sajnos. Nem oda, hanem középre a Modricnak. Kösz. Hát mondanám, hogy... Kurva, hogyha az a passz kimegy pedig. Igen. Jaj! Ez nem lesz jó, így van. Az a plusz egy megtolás, az nem kellett volna. Igen. De nem jó. Hát tesó, Franky, gyere már egy kicsit közelebb, létszi babám. Nem oda. Itinek ment ez is. Fú, de széttömöd amúgy a közepét, öreg. De nagyon játszhatatlan eddig. Keci. Az a baj, ez nem csak a szélenfutás, ez egy per egy totál a izé cutback-e sztori. Nagyon-nagyon tömve van. Nem tudom, hogy nem tudom. Tehát menni sajnos. No chance, brada. Max az ilyenekkel esetleg. Dinyót? Nem. De draftba. Annyira nem volt rossz. A Vinit jobban élveztem, hogyha például hasonlítanék én, akkor a... Nem volt rossz a Dinyó se, de a Vinit az jobban. Abban csíptem. Ne pattonjon vissza elé, léci. Ha leolvasom, akkor meg aztán pláne. Az viszont, mondom, hibázik és tudunk kontrázni, de visszakapja a játéktól a gyerek, geci, behalok. Nem hiszem el, pedig milyen tudtunk volna kontrázni, ha ott elveszíti a Limerrel. Szana széttömi a gyerek. Isten. És ez számított rá. Kicsit én se. Talán most lehet majd valami, hogy kicsit talán kijebb jön ezzel a 2-1-jel. Ez meg. XD gól volt. Direction elnátt meg eket. Hát most van helyette más, mindig van helyette más. És nem Tamás, de mindig van helyette valami. Én ezeket a pörgetéseket hiányolom nagyon-nagyon-nagyon. Hogy azok nincsenek már bent. És hát átben van, csak nagyon szarok. Tehát nem lehet már úgy
Az úgy nem lesz viszont. Nem lehet már úgy megpörgetni L1Y-nal így first time, hogy mondjuk átpörgesd a enemy feje fölött, és nem, az a baj, ezek már nem működnek. Pedig az annyira jó szitukat lehet ebből kihozni. Franky de Jong? Ezt mondjuk lehet melkassal levettem volna, de mindegy is. Hop-hop. Akkor ne. A belépő, az meg a miénk. Az Evo? Nem. Hát, hogyha ezt megnyerjük, úgyhogy rugunk még vele egy gólt, akkor meg van fullon. De még a gólja az hiányzik az öcskösnek. Most lehet meg! Bába Gidi! És megcsinálja a geci. Kedvenc színes bőrűm, bazd meg, esküszöm neked. Fú, de nagyon jó. Elvileg megvan. Bába Gidis. Kollégasz. Jaj, de szép oda néz. Úristen, és ott is a Trivella rajta. Perfetto! Jaj, de... Ja, meg hát amúgy ebből a Dante-ból is ezt gondoltam berakom, mert ez ugye egy ingyenes sztori. Csak ilyen poénból majd egyszer megcsinálom, hogyha lesznek objektívek, ilyen off-stream, tudod. Ilyen kis izékkal, kis... tudod, squad battles-be elbohóckodok. Mert ugye ennek a Dante-nek az alapja az a 86-os specialje volt. Hát most nyerni kell... Mennyit? 3 play, win 3, hát a 6 meccsat megvan most. Valami ne csak jó lesz, tudod. Nem jelentve. Ja. Jó a cigi, nagyon baba. Na jó, chat. Fú. Hát ez volt az, ez volt a szavazós sztori meg a... Jaj, meg ez a kis kvalizás. Nem tudom, hogy leszünk a héten. A szerdán biztos, hogy nem vagyok. Ez azt jelenti, hogy akkor valószínűleg holnap igen. A szerdán nem vagyok. És szerintem holnap. Jövök. Jó uraim, nagyon szépen köszönjük a YouTube-osoknak, akik átjöttek és dobtak egy követést. Hát nyilván aki... aki innen jött neki is. Srácok, lehetek jók. Találkozunk. Szerintem akkor holnap. Holnap csontkovács, de azt hiszem 11-kor koraibba, úgyhogy délután tudok jönni normális időben. Na, csumi srácok, jóketek! Hello!